open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt. Mindenkinek péntek van, szeretjük, jó. A péntek az egy jó nap. A péntek az egy jó nap, úgyhogy Zsülci, ennek örömén egy töltőt hozzá is nekem, Zsülci. Már de egy de jó van, mit töltsed akkor? Egy kicsit még kérek tőled, 3-5 percet, azt mondja, az pont elég lesz nekem délutánig, amíg hazaérek és átdobom, Zsül a töltő felelős. Nagyon király. Jó van, én is meg vagyok, nem tudom, nem töltöm éjszaka. Mint ha kim voltak ezek a feng shui-sok, azóta mindig elrakom a telefont. Messzire, és oda viszont nem ér el a töltő, úgyhogy 5% körülbelül. 8%-kal fekszem le, és megnézem, remélem kitartok reggelig, mert hogy nem lehet ágy mellett tölteni. Ugye ez most az új itiner, úgyhogy ki lettem tiltva. De nem csak tölteni, tölteni se semmit a fej mellett, nagyon rossz, nem jó, úgyhogy... Tedd ki a garázsba, mondjuk akkor nem tudom mire ébredsz föl, de legalább biztonságban vagytok. Igen, legalább nem sugárzik. Ez bemérte valak, tudom, hogy ne jöjjek megint ezzel a földtödre ragadt paraszti gondolkodásommal, mert ha megmondja a csí mester, akkor az biztos sugárod, de hogy ezt bemérte már valaki? Ha olvastatok ilyet? De, bemértem. De? Mi? De, ki? Hova? Ki a de lakatos csí mester. Kovács csí vagyok. Azt mondták, hogy a telefon kibocsát éjjeleket, meg a wifi, meg ilyen, tehát ilyen elég erős. A wifi a gyerekeket is megzavarja de nagyon. De hát akkor az egész házunkban nem lehet lakni, mert nálunk is ér már ott vidéken, és mióta benne van a internet. Nem jó a wifi sem. Nem de jó. Akkor mi? Nem jó. Az én lányomat is mindig megzavarja a free wifi hiánya. De. Ő rosszul lesz. Nagyon. Tönkre vágjon. Akkor de lekapcsoljuk akkor a wifi. Le kell kapcsolni. Este 9 wifi le, gyerek alszik. Jó, hogy ez egyértelmű, de hát miért? Ki ez, aki bekapcsoló hagyja? Jaj, nem, de most komolyan. Mi? Tehát, hogy estére a wifi-t. Hát én mindent lekapcsolok. Miért? Kihúzod a wifi-t? Miért? Minek este a wifi? Hát nem minek este nem, minek a wifi? Nem jutsz hozzá, úgyse jön. Kihúzza azt ki. Minek? Mit? Mert egyébként ez fogyaszt. Tehát, hogy hát de most akkor visszakapcsolod ezt reggel? Persze, reggel bekapcsolom, az kész. Körülbelül elfogyaszt, ez egy hónapban nem kapcsolod ki ilyen 26 forintot. Igen, de hogy viszonylag sok ember van, tehát hogy csak jelzem, hogy vagyunk egy pár milliárdban. Egyébként, de nem kell azt így újra húzni reggel, hogy föláll, vagy az úgy föláll magától a wifi? Nem, hogy újra kell húzni, kábelt is cserélünk. Új légkábelt, persze, én erre nem mennék egy szerelők, igen. Mi emeletes házban lakunk, én az emeleten ébredek, és én nem tudom azonnal bekapcsolni a telefonom, és nem tudom megnyitni az indexet, én pánikrohamot kapok. Tehát, hogy nekem nincs erőm oda lemenni, ott lehajtani ezt a szekrényt, bekotorázni a routert hátul, megnyom, le a kalappal. Sansztalan. Teljesen lekapcsolsz. Hát egy billenőkapcsolós hosszabbítom van rajta, az egész egy egyetlen mozdulat. Hát nem olyan bonyolult. Utána várjál, lekapcsolod a tévét. Igen. De nem csak itt simán kikapcsolod, hanem áramtalanítasz is. Te nyertél. Le a kalappal. Tehát, érted, te fölkelnél az ágyból. Én imádlak, de te fölkelnél az ágyból, ki áramtalanítani a tévét. Sansztalan. Tehát nem úgy néz ki, hogy elalszom a gyerek mellett fél tízkor, tízkor megriadok, fölsétálok az ágyamba, és azonnal bedőlök aludni, hogy én ott még kolbász. Örülök, ha úgy budi leoltom a lámpát, és nem arra megyek éjjel egykor, hogy ég a lámpa budiba. Mert simán, tehát hogy de mi ti mindannyian? De mi kiegyenlítődünk. Tehát János lekapcsolja, én túlfogyasztok, és a kettő is egy nagyon szép átlag van. Tehát, hogy így van, ti hallgatok mindannyian, kövessétek a Jani példát, mert tényleg nagyon szép, mi ketten hadd legyünk egy picit az ellenpólus. Én nem tudom megcsinálni ezt. Képtelen vagyok. Pedig csak rá kéne álljunk egyébként agyban biztos, hogy egy ilyen billenőkapcsolókat szerelnél mindenhova, és akkor tik-tik-tik kész megyünk aludni. Reggel tik-tik-tik. Jó reggelt, srácok! Hogy ennyi lenne? Hát... Most próbálom magunkat belehúzni, de nem fogok. Nem, most ezek feszültségvédettek, tehát hogyha ha esetleg van valami kis túlfeszültség, valami áramütés, vagy mit, villámcsapás következtében, vagy a fene se tudja, akkor nem mennek tönkre ezek a berendezések, mert a hosszabbító megállítja. Adom. Na, adom, hát, mi meg jó, biztos. Mindegy, hát ez van most. Bocsánat. Nem, ez én sok mindent bevállalok. De most nem bántásként mondtam. Reménytelen. Nem bántásként mondtam, ne, csak nehéz ez, hogy a wifi-t is eszembe se jutott volna, hogy azt kikapcsoljam. De hát mások vagyunk. Most már se fogjuk. Tegnap annyira hason csípett egy darás képzelet. A rohadt anyját hol van? Annyira fáj még mindig, hogy ezt én nem is tudtam, hogy darás csípés ennyire fájdalmas. Rohantál a gyerekét az iskolába fölhúzott pólóval, hogy itt vagyunk, anyukám. De hogy csak egy hason? Nem, kérlek szépen, vízisportoztam, és ültem. Kérlek szépen nagy uram, tengermély tisztelete. Hadd mondjam el neked,
becses nagyuram, hogy hol történtem egy szörnyű esemény. Ültem egy hajón, és vízisportoztam, és nekirepült a hasamnak. És először csak azt hittem, hogy a búváruha így csíp, tudod, mert hogy így beakadt a szőröm. De alá ment a neoprémnek? Nem, mert le volt hajtva a neoprémem. Már ja, naposztunk. Már akkor tettük a testünket a parton a lányoknak. És mondom, besípte a neoprémem, úgy de húzza, lenézek, és egy rohadék fúrja bele magát a hasamba. Ezt a fészkemért nem vertél egy darázs fészkemért. De még mindig látod, hogy a bifi útert nem kapcsolom le, de a darázsra nem csaptam oda, hanem megfogtam és lepöcköltem a vízbe. Van még benned valami jó. És ő elrepült tovább, röhögött egyet, azt mondta, bocs, Bali. Mi ez? Mit akarsz nem fújni? Darázspré. Bogárcsípés. De ez darázs. A darázs is bogár. Bogár. Ilyenek vannak nálad, bogárcsípés és spré. De mindig van. Szkítófri, azt mondja. Igen, de jó lesz. Remélem nem szivatsz meg nagyon, és nem valamilyen metilalkoholos, tudod, valamilyen bőrleszedő, ilyen csúkszemírtó, tudod, vagy valamilyen nagyon durva. Agy is, én ezt most befújtam. Köszönöm. Ha jó, akkor köszönöm. És állott szájszag ellen is tökéletes, próbált ki. Ha megtréfáltál, az jó poén. Tehát az és itt fetrengsz 9-ig a fájdalomtól. Irgalmatlan kelés lesz belőle hétfőre. És kicsit azt éreztem, hogy kezd bedagadni a légcsőm, de aztán persze nem történt semmi. De ez nem harapos darázs volt? Tehát nem kitépett belőle. Igen. Mert úgy éreztem, kezdek elgyengülni. Igen, aztán nem. Én nem tudom, ez milyen darázs volt. Azt értem, hogy miért csíp meg. Tehát, hogy neki miért ez a reakciója mindenre. Hát, mert neked jött. Gondolom, nem? Vagy és akkor azonnal az... csípsz. Hát neki mész valakinek elnézést kérsz, és tovább mész. Hát, a darázs még nem mondja azt, hogy bocsánat, bocs, és tovább bocs, repül, nem? Annyira lebornult, hogy azt hittél migráns vagy. Igen. Ő biztos megy október másodikán szavazni. Magyar darázs. Igen, hogy magyar darázs volt, én meg migráns vagyok, azt hittem, és jó megcsíped, de komolyan már te se rúgsz bele valakiba, akinek neki mész. Igen, hát, ez igaz. Nem, elnézést kérsz, aztán tovább mész, nem? Hát most még kell egyből így indítani a napot, hogy arcoharab, vagy hasonharab. Úgy bedagadta a hasam, kézzétek el, most már megy le. De, megkérdezte de... ott, hogy ő terhes vagy. Olyan egy kis minimit kezdtem el hordani a hasamba, hogy egy kis púpom nőtt. És rohadtul zsibbat az egész gyomrom. Majd most visszadagad, hogy Anna hozta ezt a csodaszert. Hát én remélem. Ami már 3,5 év a táskájában, senki nem használta semmire. Most tulajdonképpen egy körömlak lemosó, de nagyon jó illatom lesz. Nagyon jó illatom lesz egész nap, igen. Nekem is volt egy tegnap este egy ilyen balesetem, néztem egy kis kevert harcművészeteket a tévébe, közben a kis biovírslé, főtőes, stb. És az egyik falatnál egyszerre vettem a levegőt és nyeltem. És ha éltetek már borzalmas érzést, fölment a légcsövembe a cucc. De hogy elmentem orrot fújni, és az az érzés, amikor főtojás darabokat fújsz ki az orrodon keresztül. Akarom ezt hallani. Az egész család mindenkit felébresztettem. Próbáltam megszabadulni tőle, köhögés, orrfújás, nyeldeklés, krák. Figyelj, minden volt, de valami hihetett. Én nem tudom, hogy tudtam azt a mozdulatot, azt a torok mozdulatot összehozni, hogy a kettő így be a légcsövembe az egész falatkaja. Hát majdnem megörültem. Vennél levegőt, de ugye a szervezet az tiltakozik, hogy nehogy lemenjen a tojás a tüdőbe, tehát ugyanakkor köhögsz, és az irgalmatlan fújdoklás. Atya úristen, és mondom, orrfújás, és így konkrétan tojásfehérje, hogy így jött ki az orromon keresztül. Hát mondom, gratulálok. Óriásival. Igen, nem érted szegény, aludtak volna már, kicsi korábban fekszenek le, mint én, és ezt jött ki szóval, hogy mi van, mit csináltál meg, én is nem érsz, hogy nem lehet tőled aludni. Igen, a torbával szoktam így járni, ez tud kemény lenni. Én is ráadásul azzal lettem most. Az amikor az úgy visszajön, az úgy elég erős. Na és ha már kajáról van szó, egyébként a keddi adásunkat hallgatta egy Bakus László nevű kedves hallgatónk, ahol ugye a túlélő kajákról beszéltünk, és most már egyébként falatozna valószínűleg Bali is, csak elrohant a szerkesztőség szoba, mert küldött nekünk egy rakás mindenféle ilyen földi jót, ilyen rizottókat, meg kuszkuszokat, meg mindenféle dolgot, amihez csak vizet kell hozzáadni, de ilyen minőségűek, meg függéscsokit, meg mindenféle glutén, meg laktózmentes szószokat, úgyhogy nagyon szépen köszönjük neki, nagyon jó fej. Mehetsz kikevergetni a kuszkuszodat. Forró víz, szájra. Hogy fogsz örülni? De jól nézzek egyébként, fel is megnézte, és azt mondta, hogy azért ez egész jó minőség. Igen? És én is láttam már. Hát az majd akkor derül ki, ha megcsináljátok, de szépen össze van téve egyébként. Nem néz ki rosszul. Ha fölfőzted otthon, ott a család megette, meg egy az iskolából hazaérkezett gyerek szétmarcangolta a vacsorát, akkor örülhetsz.
Szóljunk neki, hogy halasztik. Nem, mit vagyok? Nem, semmi. Gondolkoztam, csak én elnéztem az asztalon, mert én azt hiszem, hogy szerrános sonkák vannak rajta, de lehet, hogy csak vizionáltam. Az is talán lehet, mert ilyen fóliázott valamit láttam, én mindig benézek az asztalomra, hogy ott van a kaja, és most volt, aztán jövök tovább, és ide is benézek erre az asztalra, hogy itt van a kaja, itt nem volt. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor átmegyek az asztalomhoz, és felfedezem, hogy azt írja a Laci, hogy ugye túlélésről beszéltünk a rádióban, és az volt a kérdés, hogy mit vigyünk magunkkal, akkor ők a megoldás, mert hogy azokat a kajákat, amiket ő küldött, azokat csak egy kis vízzel kell elegyíteni, csak több hónapig el vagyunk velük. Uh-huh. Na mindjárt megnézzük majd. Uh-huh. Meg egy másfél kiló függéscsok is van mellette, úgyhogy az se rossz szerintem így. Az jó, jól hangzik. Jó, nagyon szépen köszönjük, hát nagyon drágák, hogy gondoltak ránk. Na, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap. Ugye hírességekről beszélgettünk, hogy ki milyen hírességgel jutott már, vagy futott már össze. Úgyhogy ezeket megmutatjuk. Inkább külföldi sztárokra, világsztárokra gondoltunk, hogy milyen, amikor az ember találkozik Leonardo DiCaprioval, vagy valaki mással. Igen, de aztán kiderült, hogy mégis Soltész Rezső volt az, aki a legjobban beütött. Megcsillant a hajában a Billantin és a V2, és hihetetlen jó fej volt állítólag. Ezt hallgatói nekünk elmesélték, úgyhogy ezt meg is mutatjuk. Jó, hogy állunk játékkal? Megnyertük a hetet 3-1. 3-1-re megnyertük a hetet, még van egy pont ma, amit meg lehet szerezni, de már mindegy. De már behúztuk. De már megvan a hét. Jól van. Oké, na, akkor lehet jelentkezni játékra. Mi mutatjuk, mi történt tegnap. Aztán jövünk az ismétlés és a hírek után. A tegnapi adás legjobb pillanatai. Itt van egy hallgatónk, aki szeretné elmesélni, hogy találkozott Charlie Sterronnal. Hello, jó reggel, ciao. A Dohány utcában egy kocsmában, ahol lehet hátul játszani, elő lenni. Lementünk, és igazából ebben a történetben az a fura, hogy az utolsó utáni másodpercig én ezt nem realizáltam, hogy ő a Charlie Sterron, de egy olyan 15-20 percig nagyon kedvesen elbeszélgettünk egymással, és tényleg szuper jó fej, nagyon aranyos, nagyon kedves volt. Megdicsértem az angol akcentusát, mondta neki, hogy milyen jól lehet érteni, mondta, hogy az képes a magyar, hogy igen, én is nagyon jól beszélek angolul, és ott elcsicsethetünk ilyen teljesen random témákról, megkérdezte, hogy milyen sört igyom, mondtam, hogy tök mindegy, mert Magyarországon nem a sör a lényeg, mondtam, hogy igyom bort, mondta, hogy bort nem akar inni, mondtam, hogy akkor vettünk ilyen pálinkát, és akkor mondtam, hogy megkóstolhatja, vagy oldalon meghív, nagyon szívesen beleszagolt, mondta, hogy ez neki nem kell. Azt nem csodálom. Azt nem csodálom. A pálinkára csak mi magyarok gondoljuk, hogy az egy jó ital. És mindig méltatlanul azt mondjuk, hogy miért nem világhírű, ha mert nem jó. Nyilván, tehát nekünk finom, meg ezen szocializálódtunk, de minden más ország számára szinte ihatatlan. Tehát, hogy abszolút értem, hogy abból nem akart inni. Nagyon kedves volt, igazából az volt az érdekes, hogy nagyjából a 20 perc fél idejében azt gondoltam, hogy most már elég jobban vagyunk ahhoz, hogy tulajdonképpen akár be is mutatkozhatnánk egymásnak. És egy másik hölgye volt, és mondta, hogy my name is Michel, mondta, hogy my name is George, és oda mentem hozzá, mondta, hogy my name is George, és mondta, hogy my name is Charlie. És akkor én erre azt mondtam, hogy Charlie's like Charlie Sterron, ha-ha-ha. Mert hogy Charlie-ról semmi más nem ugrik be nekem, csak Charlie Sterron, és erre nem válaszol, csak röhögött. Ilyen. Aranyos volt, kedves. Na jó, köszi, hogy elmondtad, ciao. Szép napot, sziasztok. Hello. Egyszer Rokkóval futottam össze a metroáruházban az M3-osnál. És felismerted ruhában? Micsoda megtiszteltetés. Én vásárolt az étteremben, de nem engedte a vele lévő hölgy, hogy képet csináljak vele, ide Szidi. Hát pedig a mesterrel kell. Hát azért a mester az. A mesterrel mindig fotózkodni. Azt mondja, hogy Ethan Hawke-kal találkoztam New Yorkban, közvetlen volt, és emlékszem, szopogató tablettával kínálta, mert nagyon reket volt a hangja. Na, van egy másik hallgatónk, aki összefutott kivel, és mindjárt megkérdezzük, Leonardo DiCaprioval. Hoppá. Hello, Betty, jó reggel. Hello, szia. Ciao. Szia. Hol történt a dolog? Hát ez kérlek a Karib-tengeren, Sandbachnál, ugyanis egy luxusjachton dolgoztam, mint Head of Housekeeping, és igen, hát stewardess, csengőnével takarítónő, és igen, mindenki ezen el szokott álljulni, hogy stewardess, és nem, tehát... Hány fős jacht volt ez a 12 fő plusz 6 fő személyzet, vagy egy nagyobb annál, mekkora volt? Nem, majdnem beletapált, tehát 12 fő személyzet, tudott, vagy nem, bocsánat, 12 fős vendégsereg, és 16 fő szolgálta ki őket, de ebben benne volt mindenki, tehát kapitány, szakács. 12-16. Az menő, az nagyon menő. Aha, és Leo jött a haverjaival? Nem az én hajómon volt, nekem a kapitány megengedte, hogy kimenjünk egy kicsit, mert nem egy szilveszter volt, és ilyenkor megengedték, hát horgonyon szoktunk lenni, és hát ilyenkor már az ember nagyon vágyakozik a száraz után, úgyhogy megengedte, hogy kimenjünk, és volt egy 2-3 óra szünetünk, és kint sétálgattunk egyenruhában, amikor megláttuk, hogy
fú, hát ezt a csávot valahonnan ismerjük. Az ember azt képzelni, hogy ilyen biztonsági őrök körgyűrűiben kalapban, napszemüvegben elsározva, rejtőzve sétálna, de nem. Tök egyedül, gyerekek, mindenféle rejtőzködés nélkül, ott sétafikált kint a dokban. Mondhatni, lepetéztünk, amikor megláttuk, hogy ez most tényleg ő. És hát ugye mentek oda hozzá az emberek, kezet rázott mindenkivel, autogramatokat és szolgatott, ölelgetett. Tehát normális volt. Aha. Nagyon nagy arc volt, nagyon-nagyon jó fej volt. Hát sajnos mi nem mehetünk oda, mivel egyenruhában voltunk, és ennek a szakmának a renoméját nem ronthattuk azzal, hogy sikongva a nyakába borulunk, és autogramot kéregettünk, de nagyon-nagyon-nagyon jó arc volt, és tényleg nagyon jó fej volt. De egy másik sztori, amit nem mondtam az Annának, ami ezt übereli. Amikor legnagyobb... Mészáros Lőrinc befutott az Artemivel. Nem, jobban mondom. A 46-nál az azimutjával. Nem, Máltáról. Gyerekek, találkoztam Soltész Rezsővel. És szólt hangosan az ének? Mi volt? Gyerekek, számomra megcsillant a Q2? Figyelj, tehát ott bevillogott minden azt, hogy mondjam. Dolgoztam itthon Magyarországon olyan területen, ahol elég sok híres emberrel találkoztam, és gondolom ti is tudjátok, hogy nagyon sok embernek van úgymond egy beállított személyisége a külvilág felé, és ugye van egy másik, ami a magánéletben, ez lehet rosszabb, jobb is, nem akarok neveket mondani. Rezsőnek csak beállított haja van. Az viszont nagyon. Nem volt már göndör, tehát ez pár évvel ezelőtt történt, és nem volt már göndör, de annyira gentleman volt, és olyan úriember, tényleg. De köszi, hogy elmondtad. Puszi, Beti. Nektek is. Hello. Azért, amikor ott áll mellett a csortészre, és azt mondja neked, hogy igen, hogy itt vagy velem, és szoríts meg a kezed. Szoríts meg, és figyelj, jó. Jó, azért, igen, csak nem énekel mindig, nem? 3:47. Múlt pontosan 4 perccel, hello mindenkinek, itt vagyunk. Trafi van a 17. kerület, 526-os utcában, és a Lőrinci úton is. Ezt sose fogom megszokni, ezt az 526-os utcát. Ezt én értem, hogy így nézik a 17. kerületben az utcákat? Elfogyott már a Kossuth, meg a Hosszú utca, meg a nem tudom, Pitypangos köz. Vagy még nem nevezték el? Még nem tudták eldönteni. Há, vagy ez egy amcsi megszállás. Mint Amerikában, New Yorkban, 46. és a 23. utca sarkán, tudod, és találd meg. Jellegtelen. Igen. Azt értem, amerikai filmek, hogy honnan tudják, hogy mindig észak irányba menekül. Én megnézem a napot. Betájolod. Barna nyugszik, akkor... Tehát, miért mondja mindenki azt egy filmben, hogy déli irányba induljatok, érted? 23-as autópályán délre. De honnan tudod azonnal, hogy így merre van? Oké, én is tudom, az M7-es délre van, de hogy amikor így az utcában menekül, és akkor láttam, észak irányba futott. Hát most azért valaki elfutna előttem, az hogy ki kéne számolnom. Hogy... Na most az M7-es például nem dél. Hát nagy, igen. Hát dél-dél-nyugat. Dél-dél-nyugat. Nem? Hát lefele megy, meg balra, az dél-nyugat. Mert délre nekem az M5-ös megy, meg az M6-os. Igen. Az a dél. Az a teljes dél. Az M7-es az már karcos, hogy az dél-dél-nyugat. Biztos ki van rakom mindenhol egy tábla, hogy arra Kanada. És akkor tudják, hogy merre kell menni. Észak, és délben mit mondanak, hogy merre menekült? Akkor bedobják a törölköző között. A valamerre. Itt nem mindegy. Na megnézzük ki a játékosunk, aki a hét utolsó játékát magára vállalta, már itt is van. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Ó, milyen jól lenne beadnám magunkat. Halló, jó reggel! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Gábor vagyok. Gábor, hello, jó reggelt! Honnan hívtál minket, Gábor? Hello, sziasztok, Budapestről. Budapestről. És mit írtál nekünk? Azt, hogy szeretne játszani. Hogy szeretlek, Balázs. Igazából egy tegnapi történetet írtam le nektek. Barátaink átjöttek hozzánk vendégségbe, babalátogatóba egy 2 éves kisfiúval, és a asszonyka, a feleség meglátta a konyhapulton a Morning Show bögrémet, mire felsikított, hogy jaj, de jó, nektek van ilyenetek? És ugye a sikítására a kisfia is elkezdett sikítani, és őt megvigasztalván odaadta neki a bögrét, hogy nézd, milyen szép, ne sírjál, a kisfiú beleszeretett a bögrébe, magához ölelte, és hát már nem tudtam visszacsalogatni.
De hát most már nem akartam elvenni egy kisfiútól a bögrét, viszont szerettem azt a bögrét, és így írtam egyet, hogy játszanék egy másik ére. Na, hát egy két érkelektől, ez az egyéb. Miért? És ezt a naphallgatójaként nyertem tőletek annól, úgyhogy... És ez nagyon menő. Dedikált bögre volt? Nem dedikált bögre volt, viszont én voltam, aki a Janinak, ha nagyon tetszett a sztori, a Danonnal annó teipari vállalattal szemben a Vasvirágban nekem kellett karatézni a Terinénivel, meg a féllábú. Ja, igen, megvan. Igen. Vasvirág, óriási. Igen, amikor apukám levitt, és akkor mondta, hogy most karatézzel velük, igen. Na jó, és akkor most nincs bögréd, mert elvitte a barátnak a gyereke. Igen, és szeretnék egyet, igen. Na jó, hát meglátjuk. Ez a produkált magad kisfiam, tudod, igen, mákolt, az nagyon jó. És igen. A Pippó volt a kemény, mert ő féllábú volt, és úgy kellett vele karatézni. Ott azért egy, ő csak egy technikát tudott eltolni, ha az nem jött be, akkor igen. volt a vége. Na jó, van, kivel a, kitől szereznéd vissza a bögrédet akkor, Gábor? Hát, ha lehet tőled, Balázs. Igen? Jó. Uh-huh. Legyen ez így. Játszunk akkor. Jani? 3, 2, 1, fire! Na és mi volt tegnap a baráti összejövetelem? Mesélj egy kicsit. Mit csináltatok? Sütés-főzés? Nem. Hát első szabad! Ne arra, hogy megállítom az órát, nehogy elérjük az első másodpercet. De jó vagyok! Hát annyira nem jelent. Nem te vagy jó, én vagyok rossz. Tulajdonképpen nekem ez is jó. Udvariasságból virágozhatnánk, de hát dönnyek. Bögre marad. Én ezt is elfogadom. De sajnálom. Na, akkor viszont megyek a bögrémér ma. Nem jön, kicsavarom a kisfiú kezdetől. A barátság az őszinteségről szól. Meg kell mondani, hogy nagyon cuki a gyereket, nagyon helyes vagy, azonnal add vissza azt a bögrét. Értem, hogy sír, adjál neki nyalókát, egy fél út kolbászt, mindegy, hogy mit. Add vissza a bögrémet. El kell mondani. Egy igazán őszinte barát azt tudja mondani a csajnak, hogy figyelj, tök cuki a gyereket, de pater, add vissza a bögrét. Nem? Persze. Gondoltam én is erre, csak mondom, várok még vele egy-két napot, vagy hát, megy így átszaladunk, és akkor így zsebre teszem, vagy ilyes. Hát most ez lesz. De nem jó, mert ha húzod, akkor hozzászeret a gyerek a bögréhez. Még jobban, tehát egy érzelmi kötődés alakul. El kell bagatelizálni. Igen. Dobjál neki egy cukrot balra, és amikor utána rohannak, hogy gyorsan kap ki a bögrét a szekrénybe. De milyen jó, hogy mennyi minden történik így Morning Show-on, amit egyébként nem is tudunk, nem? Hogy valahol messzi világban egy család összecsap egy bögrén, egy barátság társaság, egy gyerek sír, mama visít, apuka pedig már azon gondolkozik, hogy holnap akkor majd visszaveszi tőlünk. És aztán apuka megjelenik a műsorban, vagy hát a barát. Van itt benn valahol egy neós bögrénk, azt odaadom, és akkor próbáld meg rátukmálni egy gyerekre. Nem, nekem egy Morning Show-s kellett volna. A kisfiúnak azt tetszett meg egyébként a szín, hogy sárga volt, és az úgy nagyon-nagyon tetszett neki. Egyébként hozzáteszem, az én 5 hónapos kislányomnak is sárga a kedvenc színe. Megörökölhette volna aputól, de hát most már nem fogja. Mindegy, majd valamit majd megoldom. Ha értjük, persze ez az érzem zsalás vonalat, de hát mi már ezek kiégett cínikus állatok vagyunk, tehát hogy nálunk ez nem tudott, hogy igen, tudod, hogy ez igazából már bennünket nem hat meg. De jó a sztori, köszi, hogy elmondtad. Figyelj, ha még valahol marad egy bögre, vagy valahol valamit nagyon nem tudunk csinálni egy bögrével, fölérjük a számodat, és akkor eszünkbe jutsz, jó? Hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Most őrös szívűek vagyunk, hogy nem adunk? Nem, egyáltalán nem. Szabálykövetőek. Egy is úgy érezzük egy kicsit a hangodból. Igen. Nem olyan régen sikerült fölkelnem, mert hosszú éjszakánk volt a kislány fogzása miatt, de egyébként nem, abszolút, tehát ez így korrekt, persze. Én is, hogyha valaki a műsorotokban nem érdemli meg az ajándékot, és megkapja, akkor én is azt mondom, hogy ezt nem kell. Ezt nem kellett volna. Értitek, a kislány nagyon szeret minket, ő is nagyon szeretne egy bögrét, és ráadásul most fogzik, és emiatt nem tudott aludni. Értitek? Még egy picit beszélgetni, előjönnek más traumák. Ez egy egyre nagyobb, igen. Igen. Szociogram. Egyébként azt is megtehetjük, hogy mondjuk játszunk egyet hétfőn, meg bármi. Igen. Nem rossz. Ide hallgatok, nekünk van 3 bögrénk, fel tudunk ajánlani egyet. Gyerekek, ez kamu, az anyukának kellett a bögre, ez csapda volt. Viszont vissza kell, hogy adja. Már jön is az a hallgató igazságérzet. A barátja azt fogja mondani, hogy szolid, a bögre eltört. Na jó, figyelj, meglátjuk, amíg valahol marad egy bögre, akkor kapsz egyet. Jó, Gábor, fel vagy írva. Fel vagy írva. Mekkora a gyerek nálatok, aki fogcik éppen? 5 hónapos a kislány. 5 hónapos. Első? Első, igen. Igen. Hallom a hangodon. Luca. Luca. Aha. Molnár Luca.
A hangodban ott van, hogy első. Persze. A lemondás, a fáradtság. A 9 körül megint telefonunk, megint kérdezünk a nevére, írt föl valahol. Tényleg, hogy 5 hónapos. Gábor, hogy mondd a gyerek nevét, milyen gyerek, mi is gyerekem, mi vagyunk azok. Katika, kis Katika, 2 éves. Nem aludtunk egész éjjel, mert eltört a keze. Igen. Figyelj, tarts ki, előbb-utóbb van alvás a gyereknevelés végén. Egyébként nyugodt, nincsen vele baj. Na, anyukán szoktam kiborulni, amikor nagyon hangosan a mikro csapkodja, stb. A gyerek az még úgy elviselhető. Éjszaka csapolja, éjszaka melegíti a tápszert, vagy a tejet. Hát igen, tudom. Igen, meg fertőtlenít, meg mit hát tudom. Hát fölháborító, hogy gondoskodik arról a gyerekről. Tudom. Igen, és annyi is a villanyt. Tudom, és kicsit dühös az ember, hogy miért vele pont ilyen igazságtalan az élet, hogy nem tud aludni. Igen. És persze megértett, hogy ezt meg kell csinálni, de kicsit dühös vagy. Tudom milyen. Igen. Igen, tudom milyen. Tessék, tökre megvan. És hányadikos most a kisfiú? Hogy hívják, igen. Mi a vezetéknél a kis Katikának? Na jól van. LS Pisti írt még neked egy barátságos SMS-t, hogy juttassunk meg, mert neki 4 bögréje van. Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak. Nagyon szépen köszönöm. Valamit találunk, jól tudod, hogy nem vagyunk szőrös szívek. Egyébként meg a legnagyobb boldogság és az öröm, mert a tündértől is nagyon-nagyon vártuk, és örülnek, hogy végre itt vanunk. Na jó van. Minden rendben van. Akkor jöhet a második? Természetesen. Megvan ott a kiképzés, vagy hallja a neje. Bent alszik a picivel, én meg a ház előtt kínülök a kocsiba, tessék. Nagyon, nagyon alázatos férfi magatartás. Ez, hogy nem ébresztjük föl a családot egy játék miatt, na ez nagyon helyes. Ez az, és titeket is megtiszteltelek azzal, hogy nem kell azt hazudnom, hogy a lépcsőházban beszélek, és közben a WC-n ülök. Azért ilyen visszhangos. Én úgy imádok Budin telefonálni, ha valaki fölé, mindig kinyitom az ajtót, hogy ne legyen visszhangos, hogy ne jöjjön rá, hogy Budin vagyok. De te volt, hol vagy, mondtam lépcsőházban. Lépcsőház, igen, nagyon ülsz a Budin, és egy pipiskedve megpróbálsz fölállni, és kinyitni az ajtót, mert tudod, hogy ezt föl kell venned ezt a telefont, és akkor kicsit nem nyílik, vagy bezárod, mert hogy a gyerek ne nyissa ki, az jó tud lenni. Na jó, mit melózol egyébként? Ügyletkötő vagyok, CSS. Úgyhogy ha az új helyen esetleg szeretnétek a CSS-be, hát csapadva egy jó srácot, akkor szóljatok. Jó, te már tudod, hogy hol lesz az új helyünk? Mert mi még keveset tudunk, de abszolút. Figyelj, gondolunk rád akkor ebből e szempontból is. Ott tuti lesz bögréd akkor. Nem tudom, hogy hol lesz az új helyetek, CSS vagyok, üzletkötő vagyok, 100 éve, imádom, szeretem csinálni. Jó. Jó van. Meglátjuk. Na jó. Oké. Van. Köszi akkor. Vigyázz magadra. És Tomikán. Köszönöm, átadom. Köszönöm szépen, átadom. Ciao. Hello. Köszönöm. Hello. Na. Hát helyes volt, nem? Ja. Hány hallgatónk vezethet meg minket most ezen? Ő mondjuk nem tartott hozzat ezek közé, de biztos, hogy nagyon sokan kerítenek, hogy igen. Benne. Kerítenek a musztorit. Óriás megrázós hírós. Hát 2 hónap, 3 hónap, vagy 2,5, az alatt, ha tudsz bőgrét szerezni, akkor megvagy, ha nem, akkor elment. Ez egy készlet kisöprés, a Klassz FM-be így egy hallgató. Na, azt mondja, hogy... bögrét és nőt nem adunk kölcsön. Egyébként ez nagyon nagy igazság. Bögrét soha. Igen, bögre akció, novemberi készlet kisöpré, és akarsz fel. Danubius és Lágerrádiós bögré van, az egyiket felajánlom. Köszönjük. Csornán mérnek, egy fehér szádból a Soproni út elején ezt Füli küldte nekünk. Na, mi pedig utána járunk annak egy picit, hogy ugye, hát nem tudom, biztos hallottátok, hogy mi történt az olimpián birkózóink között. Lőrinc Viktor erősen vitatható körülmények között vesztette el a bronzmeccsét a riói olimpiai birkózáson, sírt, zokogott, és megértem, hát ez egy életen átívelő trauma. És ugye több független pontozó szerint is 4 vagy 5-0-ra kellett volna nyerni a Lőrinc Viktornak, ehhez képest egy szlovén birkózó nyert. És hát kiderült, a bíró bevallotta, hogy nyomást gyakoroltak rá, és el kellett veszítetnie a magyarral a meccset, vagyis presszionálták, hogy ne a magyar nyerje meg a bronzmeccset. Láttam a meccset, ne Viktor nagy volt a küzdelem. Nagy volt a küzdelem a bírói kar részéről, hogy valamiért meg tudják inteni, csak fura volt, hogy ment előre, mint a gőzgép a meccs elejétől a végig, az utolsó másodperc is, mégis őt intették meg, fura volt azért. Igen. Na, ennek próbálunk egy kicsit utána járni, hogy hogy történhet egy ilyen elvileg egy sportszerű olimpián, ami minden a tisztaságról kellene, hogy szóljon. Mit lehet ilyenkor tenni? Fölhívjuk a Magyar Birkózó Szövetség sajtófőnökét, mondja el nekünk. Valószínű egyébként nagyon keveset, de megpróbálunk utána járni, mert elkeserítő a történet. Ráadásul, hogy ez egy magyar fiúval történt. Hát igen, fellebbezés nincs. Hát főleg, ha a bíró elismeri, ha gondolja, hogy igen, elismerem, elcsaltam. El kellett csalnom, mert nyomást gyakoroltak rá. El fogják tiltani, mit tudom én, 2 évre, vagy 3 évre, vagy soha nem vezetem a meccset, az éremet meg nem adják vissza. Az olimpián bíráskodó, birkózó bírók 80%-át felmentették.
annyira részrehajlóak voltak. 80% után. Valaki pedig volt annyira jó fej, hogy azt mondta, hogy ő többet nem vezet. Aha. Kocsit se. Semmi. Semmet se, se autó. Semmit. Se, így világos. Semmi. Igen. Benyúltam a lábam közé, és rájöttem, hogy itt van a slicem, hiszen nincs rajtam bokszer alsó, és egyből hozzányúltam a kukimhoz. És igen? Jól esett? De így megszeretted? Zsűl, lehúzódja a répát, láttuk eddig, hogy oda-oda kacsintottál. Tiszta. Innen enni lehet, tesó. Csak mondom, hogy nem el kell a répen. De szerintem tesztelel kell minden. Figyelj, van itt egy kis zsírszegény joghurt, hogyha gondolod, rákenek egy adagot. Most jöttem rá, hogy elfelejtettem felvenni bokszer alsót, ráadásul itt van a slicem, és egyből, a kis, egyből Marci, elértem Marcihoz. Érződik rajta a tusfürdődnek az illata? Hát persze. Figyelj, milyen mangos, be is van prézs, mangos papajás. Akkor nem is kell a sajtos krasza. 7 óra múlt 3 perccel mindjárt jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöhetett a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Jó idő van, péntek van. Hát nem jaj, kell ennél több, komolyan mondom. Jaj, de jó. Mi kell még, sőt, és ami nagyon jó hír, hogy jön egy kis hidegfront majd a hét elején. De újra visszajön a jó idő. A jó idő. A jó idő, és jó idő, igen. És aztán, jövő héten. Rossz idő? Újra a hétvégén jó idő. Jaj, de jó. Mi? Az idő. Idő? Az idő. A jó, idő. Jó. Jó? Jó. Száz evező. Száz evező, jó idő. Vizér fél maraton lesz a jövő héten vasárnap. Jaj, de jó idő. Indulsz? Legyen jó idő. Aha, ezt minden évben szoktam tolni. És akkor egy picit azért örülnék neki, hogy nem esőbe kellene futni, meg még az a pár ezer nem ember is örülnek. Nem fogtok esőbe futni. Jó idő. Nem? Megígéred? Meg 26 én ezt fok. Most megígérem, tesó. Köszönöm szépen. Hallottatok, skacok, sportársak. Tesó, ezt most megígérem. Ferko, mész futni? Én most megyek hétvégén, jövő hétvégén dolgozom, akartam menni arra is, de ezt most én kihagyom. Ez mennyit fut most hétvégén? Vizeret, egy ilyen éjszakai van itt a ligetben, egy tízest. Meg vasárnap megyünk. De éjszaka, ja, sétáltok ilyet, és azt feltételezed, hogy kergetnek majd? Ja, éjszakra. Biztos van nála kolbász. Meg Somával megyünk vasárnap futni, egy kilométer családi futás van. Velencén lesz egy, van, minden évben van ott is egy ilyen segítő futás. Egy alapítványnak gyűjtenek, van 60 kilométeres. Kerges a pedót családinak. Két tókör. Jézus már, ezt nem is értem. Van 60-30-10 kilométer, meg egy ilyen egy kilométeres az ilyen heffan családi futás vasárnap. Ott fut a pedó kap. Nincs. Szerintem elment, ő ilyen nyári gyerek volt, ott egy kicsit eljött nyaralni, és akkor úgy érezte. Nyári gyerekek a Balatonparton. Meg a velencei tónál is, sőt a Tiszatónál is vannak, igen. Azért érdekes a Balatonparton, mert ugye a Keszegét hajtja ő a Dunakanyarban. Így van. Tehát, hogy a Dunakanyarban Keszeget nyilván lehet kapni. Ugye csak azért tegyük rendben, nem biztos, hogy mindenkinek egyetlen. Feri elmondta múlt héten, hogy egy ember leskelődik náluk a bokorban, és tanácsokat adtunk neki, hogy mit csináljon vele, mit csinálják vele, hogy csapdázzák be, hogy kapják el, hogy verjék nagyon meg, és aztán hogy adják át a rendőrségnek. Hogy gyújtsák rá nádast, mert hogy leselkedik a gyerekek után, nyilván egy ilyen pedó vagy szatír, és nagyon hasznos tanácsokkal láttunk, hogy mit lehet csinálni. Így van. Úgy, szerintem hogy ezt ő hallgatta és elköltözött, ha ottani tudja, lakos volt. Ott már vadásznak. Ott már vadásznak. Csak pár évig kellene így hirdetni azt a futó rendezvényt, hogy egy pedokergető. Érted, velencei pedokergető, egy idő után már fogalmuk nem lenne az embereknek róla. Annyira beépül a köztudatba, hogy nem is kérdezni meg senki, hogy de hogy lett ez pedokergető? Viszont milyen jó kis neve van. Mi? Különben mindenki Futapest, meg akármicsoda, és itt végre valami új név. Szeretném elmondani egy gyerekes családoknak, hogy nincsen, lehet jönni. Tehát ne, ja, az, igen. Ne az legyen, hogy most rossz hírét keltjük Velencében. Meg ha bemész, azért arra is kell vigyázni egyébként, hogy a gyerekkel mész a Hungaroringen, mert bemész a Forma 1, de akkor is ott is nagyon sokan vannak a pedok. De ez is igaz. A pedok van. Pedokok, mert több van belőle. Nagyon kell vigyázni, ez egy érzékeny terület. Na mindegy, ha megvan, verjétek jó meg. Az biztos. Nagyon. Elkapjuk. Jó? De senki ne emlékezzen utána semmire, és mindenki mondja azt, hogy én nem voltam, nem láttam semmit. Elesett, és mi meg futottunk, nem vettük észre, átmentünk rajta egy ezeren. Ahogy mesélsz a velencétorról meg a környékről, itt nagy az összetartás, tehát hogy szerintem itt mindenki falazna mindenkinek.
egy szó nem kerül és neki. Én ott sem volt. Ja, hogy láttam, hogy fejbe rúgott. Nem olyan fiú az. Mosos táblában nem vertek fejbe senki a gyereket. Nem láttunk semmit. Elesett és csúnyán megütötte magát. Nagyon csúnyán megütötte magát ott a mólóban. Sőt, azért voltunk annyian, hogy utána segítséget nyújtsunk így neki. Ellássuk a sebeit. Uh-huh. Alaposan. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket. Azt mondja, hogy baleset az M5-ösön Budapest felé, az M0-ás lehajtó előtt alakul a dugó. Ezt Laca küldte nekünk. Kiskunfélegyháza második lejárója között hatalmas füst, valószínűleg ég egy jármű. Ez szintén az M5-ösön van. Olcsák el? Ez valami kármány szerepről? Olcsák el. Igen, ő olcsák el. Úristen. Egy új Karl May szereplő, olcsák el. M3-as Nánási kihajtónál mérnek Budapest felé. Csuszi írta nekünk, köszönjük szépen. M3-oson 65-ös kilométernél elhagytam a bőgrémet. Fűszer küldte. Csornán mérnek egy fehér Seatból a Soproni út elején, Füli. Igen, azért minden nem nyalunk be, tehát mindenkinek nem adunk bőgrét. Jani, várunk vasárnap Ócsára futni. Igen, Ócsán lesz futóverseny, azt hiszem, hogy az egy 11 kilométeres, nem biztos, hogy tudok menni, és szerintem más se nagyon, mert hogy előnevezés volt a tudomásom szerint, és már betelt. Ha nem így van, írjátok meg. De legalább menj el mellettük, és köszönj be nekik, igen, hogy Ócsá. Hogy? A beteg állat! Mondjuk már csak éneket. Ócsá. Hogy menj el mellettük, és köszönj, Ócsá. A szomorú sóhajjal nem tudsz futni. Ócsá. Sziasztok, Ócsá. De jó van. Na, mondjunk csak ilyen pihen dolgokat, ízi, légy. Csak ilyeneket. De Ócsá úgy nagyon szép. Ócsá nagyon szép. Nekem volt egy ócsai barátnőm egyszer. Igen. És szakított velem, kidobott. Adtál neki rendesen? Igen, de én is nagyon kiábrándultam belőle, mert egy sítáborba kihányt az ablakon, és ezt pont végignéztem. Fúj. Ne mondd már! De képzeld, hogy az volt, hogy én is kilógtam egy ablakon, meg ő is, és pont romantikáztunk, ez talán valahol Csertovicában történt, Szlovákiában. És én lógtam ki az ablakon, mert picit én se voltam már azért szomorú, mert elsős gimiben, és ő is, és megláttam, és ott elkezdtünk romantikázni, mert egy pillanatra eltűnt, kicsit elszomorodtam, igen, hogy ennyi volt a randi, mert a következő pillanatban megjelent, és abban a pillanatban. Igen, aztán még valahogy volt, aztán ő kirakott végül. Dumáltuk egymásra, két ablak egymás melletti szobába dumáltuk. Ő is lógott, hűtötte a fejét, meg én is. De aztán átjött? Felszabadult gimnázium volt, hogy már elsőben ilyet meg lehetett csinálni. És milyen volt a Cseva Padri? Igen, mert emlékszem, és akkor ott valahogy bennem is megtört valami, de utána én még azért tettem egy-két reménytelen kísérletet. Nem tudta feldolgozni, hogy láttad hány nélkül. De akkor még aztán kirakott, és tudom, hogy még anyukáméknál egy telefon fülkéből hívogattam ilyen 10-20 forintosokkal, de már mindig csak az anyjával beszéltem, mert már sose akartam beszélni. Milyen nyomorú sztori, nem? Milyen nyomorú sztori. És az anya rázott le engem látszik, mindig. Hogy még fiatal voltál, mert most már pörgetne egy ilyen sztori, tehát most már nagyon bejönne, nem hogy kiábrándulnál belőle, azt mondtad, hogy rock and roll, hú, ez a lány. Ez megrevedve. Hú, te nagyon szeret bulizni. Jó, de amikor annyira nem veszed észre, hogy kiraktak, hogy az anyja mondja meg neked, hogy ne hívogass már a lányát, azért az már elég kellemetlen. És te még mindig dobálod a húzasokat, hogy hát, ha egyszer tudsz vele beszélni. Na, szóval, birkózás. Mi történt Rióban? Ennek fogunk utána járni. Mert hogy bizonyos sajtóorgánumok szerint, hát mindjárt megnézzük, hogy ennek mennyi valóságtartalma van. Lőrinc Viktortól ugye elvették a bronzérmet. Ezt láthatta már az, aki figyelte azt a birkózást, hogy valóban elcsalták a meccset. Ami azóta szivárog, hogy bevallotta a bíró állítólag. De hát itt azért egy erős állítólagot tegyünk közbe bele, utána most oda bele mondodba, hogy állítólag a bíró bemondta, vagy bevallotta valakinek egy magánbeszélgetés kapcsán, hogy rá nyomást gyakoroltak. Igen. Vagyis kiadták neki, ugye, hogy el kell csalni a magyar meccsét, Lőrinc Viktor meccsét. Hogy miért? Miért nem lehet tisztességesen lejátszani? Tehát mi érdeke van, kivel játszol, kivel mérkőzött? Egy némettel. Tehát, hogy Németország, ha kapott egy bronzot ebben a birkózásban, akkor az nekik nyilván, hogy jó az érendtáblán, de hogy mi a jelentősége? Mert egy aranynál még talán megértem. Hát, ott se tisztességes. Van egyfajta ilyen sportági lobby. Igen, lehet, mondják a sportági lobbit, és azt mondják, hogy az a Nemzetközi Birkózó Szövetség alelnöke lehet a háttérben, de mondom, ez mind csak feltételezés. Aki német. Amitől egyébként a birkózó szövetség is elhatározik, Mamiásvili, az orosz Mamiásvili mozgatja a szálakat. Ő egyébként az orosz szövetség elnöke, igen, is. Aki a neve alapján nem német,
Ugye? Így van, az orosz, is, hogy orosz szövetség. Neve. Orosz szövetség elnöke, ő az, aki egyébként a riói olimpián az elődöntőt és a bronzmeccset is elveszíti orosz birkózónő többször is megütötte, amiért kikapott. Tehát ő egy meglehetősen barátságtalan figura. Nagy alakja ő egyébként a birkózásnak, Mamiásvili, de hát nem túl szimpatikus. Nem túl szimpatikus fazon. Ráadásul ez a birkózó lány egyébként mondta is, hogy ahogy hazaérnek, akkor abban a pillanatban be fogja perelni. Még ott hát még Rióban még megígérte neki, hogy azért be is fogja perelni a főnököt. Tudod, lejössz a szőnyegről, és megpofoznak. Uh-huh. De ez mellékes, tehát ez csak ja, mondom. Mellékszál. Ez egy mellékszál. Hát csak egy szimpatikus ember. Mamiásvili fölhívja a meccs előtt ezt a bírót, hogy figyelj, ezt a meccset a német legénynek kell megnyerni. Uh-huh. Így mennek föl ezek a drágák, és ha bármennyivel is jobban magyar, akkor egy bíró meg tudja hekkelni ezt meg a meccset? Meg tudja hekkelni, igen, mert hogy ha intéssel el tudsz veszíteni egy meccset, akkor mert hogy neked mondjuk egyel több intésed van, akkor ezt nem olyan nehéz összehozni. Na de hát az a baj. Hülye is látja, segítsetek, mert én ugye analfabéta vagyok ehhez, hogy az a hülye is látja, hogy egy gyerek megy előre, vagy nem megy előre. Így a van. Mi gyerekünk ment előre. Ment előre végig, igen, de ugyanakkor ez egy nagyon szubjektív ítélet. Tehát, hogy a bíró dönti el azt, amit mit lát, itt nincsenek exakt dolgok, ha ő úgy látja, hogy passzív az egyik versenyző, elvileg meginthetí, tulajdonképpen az ő döntése. Jó, megyek tovább a kérdésben. Egy bíró van egy ilyen meccsen? Nem. Nem egy bíró van. Van a szőnyegen, én birkoztam, de most annyit változtak a szabályok, hogy most már ezt én sem tudom követni, de hát csak mert valami bonyolult. Biztos, hogy nem egyre bízzák, tehát csak van valami az asztalnál a szőnyeg szélén, érted, még egy, vagy nem lenne tudom. Lenne, aki felülbírálja a döntést. De aki ott van, az az egyetlen, aki megmondhatja, hogy nyertél, vagy nem nyertél. Hát igazságtalan a sportág. Az igazságtalan, és az a baj, hogy egyébként laikusként, sportszeretne emberként mondom ezt, hogy azért ez már veszélyezteti mondjuk a sportágnak jövőjét is, vagy a részvételét is, ugye például az olimpia. És ez egyébként nem csak a birkózásra, hanem például a cságánsra is igaz. Tehát amikor azt látod, hogy ahogy te mondtad, még a hülye gyerek, aki nézi otthon a tévében, és laikusként szurkol a magyar, és azt látja, hogy mint a gőzgép előre, és mégis elveszíti a meccset, miközben a másik egy értékelhető akciót nem indított meg, akkor az egy picit csalódott vagy. Há, igen. Igen. És nem érted az egészet. Na hát mindjárt megkérdezzük, hogy mit lehet ezzel tenni a Magyar Birkózó Szövetség sajtófőnökét, akik egyébként nyilván nagyon finoman fogalmaznak, és nem akarnak nagyobb káosz maguk körül, hogy ők ez egy magánbeszélgetés, és hogy ők ettől nyilván elhatárolódnak. De mi vállaljuk a címlapokat. De hát nekünk már annyi volt, igen. Mindenesetre megkérdezzük, hát gondolod, de így leélni egy életet, hogy ott voltál, meg volt a lehetőséged, és tulajdonképpen mindenki tudja, hogy elcsalták a meccsedet. Hát azért az nem egy könnyű élethelyzet. Ami nem dobogós. Na, így van. Tudjuk, nagyon szép. Mikor javíthatsz legközelebb négy év múlva, ha egyáltalán kikerülsz. Igen. Itt van velünk Deák Zsigmond, a Magyar Birkózó Szövetség sajtófőnöke. Hello, jó reggelt kívánunk! Na, mit szóltatok, amikor ez kiderült? Tudom, hogy ez egy magánbeszélgetés volt, és ettől ti elhatárolódtok, de hogy állítólag a bíró beismerte, hogy rányomást gyakoroltak. Hát azt szóljuk, hogy ugye hivatalosan nem tudjuk, ahogy aztán a közleményben is, ugye ti is tudjátok. Tehát hogy mondjam, tehát ez egy hipotézis, amit felállított a nemzetközi bírónk Péter Laci, aki egyébként többször is megnyilvánult, ugye pont Lőrinc Viktor meccse kapcsán, azért volt ugye még az olimpia alatt, és azért volt furcsa, hogy egy sokkal sarkosabb véleményt fogalmazott meg. És akkor kiderült, hogy nem fogalmazta meg. Tehát gyakorlatilag egy magánbeszélgetés két sör mellett, hogy így mondjam. Amire ugye nem lehet appellálni, hát is pontosan tudjátok az újságíró etikának a bizonyos szabályait, tehát nyilván erre mi, mint birkózó szövetség nem tudjuk. Azt esetleg elindulhatunk valamerre, de erre konkrétan appellálni nem tudunk vagy alapozni. Én is hallottam sok minden történetet, hogy miért vagy miért nem. Mint ahogy más pontozás a sportágban, és főképp mondjuk ott, ahol mondjuk az esztétikumot pontozzák, tornába, RG-be, műkorcsajába, ahol ugye vagy hallunk, vagy hogyha valaki kiborítja a bírit és bizonyítékokat hoz, akkor ez egy más tészta. Hát olyan az nehéz, kérdés, bocsánat, az én kérdés, hogy ugye ott én is ott kint voltam az olimpián, tehát aki látta a televízión keresztül, ez nem kell 10 000 kilométerre odautazni, az is látta, hogy itt valami történt, valami olyasmi, ami a birkózó szőnyege nem történt meg. Annyit világosíts meg a számomra, én vagyok a legamatőrebb itt a hármunk közül, hogy miért kellett nyerni ennek a fiúnak? Tehát, hogy ugye szóltak a bírónak, hogy meg kell nyernie ennek a srácnak ezt a bronzot. Most erre látod, most megint nem tudok autentikus véleményt formálni, mert nem tudom azt, hogy tényleg szóltak-e, illetve ha pedig szóltak, akkor én azt tudom mondani, hogy ez egy török származású német birkózó. Ennyit tudok mondani. Most, hogy az orosz alelnöknek, vagy a szerb elnöknek, vagy bárki másnak,
A dél, azt hiszem, Kirgiz volt talán a vezetőbíró, de ebben nem vagyok biztos. Hogy most érted, tehát még azt sem tudom mondani, hogy rokona, nagy motterja, vagy akárkie, tehát lehet, hogy valaki valakinek adott valamit, de mondom, nem tudom, nem, tehát nem tudjuk bizonyítani sem, hogyha mondjuk a bíró azt mondja, ugye, hogy szóltak nekem, és a Nemzetközi Szövetségnek a bármilyen korifeusa azt mondja, hogy már pedig mi nem szóltunk, vagy én nem szóltam, akkor ez ugye egy peres eljárásban, az ugye egyenletes tagadás, már is nem lehet tovább lépni. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon nehéz megfogni. Őszintén szóval én is bíráskodtam annak idején még egy-két nemzetközi versenyen is, amíg csináltam, és nyilván hibáztam is. Most persze jót rölkedtek, ha azt mondom, hogy engem nem próbáltok befolyásolni, de így volt, illetve nyilván vannak olyanok, akiket lehet, vannak olyanok, akiket nem. Természetesen hibáztam, volt, hogy egy kis tányért vágtak a fejemhez, és épp, hogy el tudtam hajolni, és nem azért, mert csaltam, hanem azért, mert akkor abban a pillanatban úgy gondoltam, hogy az, amit döntök, Az jó döntés. Viszont aki, az edző, aki meg hozzám adta a kis tányért, az meg nem ezen a véleményen volt. Hát most de azért ez jelent valamit, hogy az ott bíráskodó bírók 80%-át utána felmentették, nem? Tehát, hogy utána született egy ítélet, valaki úgy döntött a Nemzetközi Bírkozó Szövetségnél, hogy valóban nagyon sok bunda gyanús dolog történt. Én erről hivatalosan nem tudok, nem merek ezekre az információkra alapozni. Azt tudom mondani, hogy amint a Nemzetközi Szövetségnek a honlapján ez megjelenik, vagy kapunk hírlevelet, ugye ezek ilyen rendszeresen érkező információk, akkor tudom ezt megerősíteni, tehát nem tudom. Másik pedig az, hogy ugye ez eléggé álságos lenne, ha jobban belegondolunk, hogy valóban így történt, hiszen akkor azok ugye ebből kifolyólag akkor azok mentik fel azokat a bírókat, akiket megkértek, hogy csaljanak, tehát értitek? Tehát ez egy tehát nem egy, hogy mondjam, valósághoz, hogy mondjam. Tehát nehéz elképzelni, de aztán lehet, hogy így van. Ugyanakkor lehet mondom. Azt mondani, hogy lehet, hogy a saját felelősségüket akarják ezzel leplezni. Ez is igaz. Csinálnak, mintha azok a bírók tetnének arról. Teljesen igazadban, ez is igaz. Én egyelőre nem tudom megerősíteni azt, hogy valóban 80%-ot felmentették. Amint kapunk erről hivatalos megerősítést, akkor mondják, a szerb elnök, a Nemzetközi Bírkozó Szövetség szerb elnöke, a Rio Olimpián közel működő bírkozók 80%-át. Nyilván egy sportvezetőnek a szerepe ebből a szempontból nagyon érdekes. Ez a szerb elnök volt az egyébként, aki 2013-ban, amikor ha emlékeztek rá, a birkózásnak az olimpiai léte megkérdeződött, majdnem kidobták ugye az olimpiai programból, és gyakorlatilag ez a szerb elnök mentette meg. Uh-huh. Tehát most, hogyha tágítjuk a horizontot, nem azt mondom, hogy ennek a szerb elnöknek bármit szabadna, még egyszer mondom, nem tudom, hogy ez hogy történik, mint történik, hogy bármit szabad, vagy bármit nem. De a ténykérdés, hogy ő a magyar, nem a magyar, hanem a nemzetközi birkózásnak egy nagyon komoly alakja, aki gyakorlatilag megmentette a sportágat. És közben azóta tavaly beválasztották a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjai között. Tehát egy magasan kvalifikált sportdiplomata. Persze, ettől még ő is tehetne, de még egyszer mondom, ez tényleg hipotézis, bármi ilyesmit. Tehát, hogy ő látott olyasmit, amit én nem láttam. Nyilván neki van hatalma is ahhoz, hogy bármit is tegyen, de még egyszer mondom, nyilván, hogyha ez hivatalossá válik, akkor erről az UVV, ugye ez a Nemzetközi Szövetség, United World Wrestling-nek a honlapján, illetve a hírlevélben nekünk erről tudnunk kell. Igen. Ez még nem történt meg. Valóban így van, de ugyan közben meg két bíró másik nyilatkoztak, egy amerikai és egy francia, ők is bejelentették, hogy nem hajlandóak meccset vezetni, mert előre meghatározták nekik, hogy ki nyerjen. Tehát azért ezek súlyos, súlyos vádak. Ez abszolút. Azért ez mindent elmondja, ez egy létező jelenség. Tehát a félreértés ne essék, én nem akarom ezt elbagatelizálni, vagy tagadni, vagy bármi ilyesmit. Én is mondom még egyszer, én is birkoztam, bíráskodtam, és ott voltam az olimpián is, és láttam, hogy történtek ilyen dolgok. Hát igen, mondom, a cselgácsnál, a boxnál, a birkózásnál rengetegszer láttuk, ahol... Ugye így van, ahol, szóval ahol ugye, gyakorlatilag ugye vannak egzos sportágok, ahol ugye becsap a célba, vagy befut, vagy mit tudom, mit csinál, felemeli a súlyt, már hozzáteszem a súlyemelésbe, pont most az olyan. Igen, tehát az könnyebben, tehát így van, más, tehát ott kiderült, tehát aki gyorsabb volt, az vagy erősebb, az ugye be. Ugye ahol ugye, most akkor megyik a küzdő sportokat, bár az előbb ugye mondtam olyanokat, ahol még nehezebb, ugye gondolj bele, hogy te szebben csináltál a bicskaszaltót, hát most döntsd el, hogy szebben csináltál a bicskaszaltót. Hát ezek a szubjektív pontozásos rendszerek, ezek mindig persze. Egyszerűen nem tudsz mit csinálni, és akkor lehet, hogy szebben csinálta, de mégis lehet, hogy volt közben olyan pontozói összefonódás a háttérben, amelyik függetlenül attól, hogy szebben csinálta, vagy nem, őt rakja előre. Hát emlékezzünk rá, ugye a Műkorcsában volt ilyen, azt hiszem a Salt Lake City olimpián, hogy a kanadai orosz és az orosz összefonódás, stb. A háttérben
és gyakorlatilag a végül megsemmisítették az eredményt, illetve két aranyérmest hirdettek. Na és most nem akarok nyilván tolni más sportágra. Hát nem mondhatok sajnos semmit, persze, így van, akkor így van, így lesz, de volt olyan eset, most akkor a boxot is említettük, ugye, ahol most is az olimpián is egy-két komoly, hát hogy mondjam, ennyien szóval is vitatható eredmény született, de a legjobb az az volt, hogy 1988-ban a Szőlő olimpián, ugye Roy Jones, aki utána, őt nyilván ti is ismertek, Roy Jones Jr. a világ talán valaha volt egyik legjobb boxolója, még amatőrként ezüstérmes lett. Ennek ellenére az a nemzetközi szövetség, amelyik ugye gyakorlatilag a bírói által kihozta ezüstérmesre, megválasztotta a torna legjobbjának. Tehát magyarul ugye, hogyha vulgáris akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ugye felköptek mondjuk így, és aláálltak, hogyha... Viktor esetében, bocsánat, csak hogy a Viktorra visszatérve, akkor igen. Ez tulajdonképpen változást nagyon nem jelenthet. Tehát itt van egy szubjektív dolog, valahol ami elhangzott, de nyilván ezen beismerő jelleggel, tehát ez nem változtat Viktor eredményen. Tehát magán az eredményen, hát én nem is emlékszem, hogy a bizonyos történetekben ilyen lett volna, tehát tehát hogy amit kihirdettek eredményt, és nem volt bírói műhiba, tehát nem volt két ellenfeled, vagy több bíró, vagy mit tudom, micsoda, illetve volt a challenge-et, ugye már kikértük, és akkor hogy azt elfogadják, vagy nem fogadják. Tehát magyarul eredményt megváltoztatni nem nagyon lehet. Igen, tudod? Ezt mi is annak idején már az olimpia alatt kommunikénkben is jeleztük, hogy ez nem valószínű. Természetesen, ha bármi kiderül, akkor azt nyilván nekünk nagyon fontos, de hát, hogy utána mennünk, de amit csak hogy a milyen vékony a mesdjénk, csak azt akarom még mondani, hogy a sportdiplomácia. Teljes joggal mondhatjuk azt, hogy 4 éve nincsen sportdiplomatánk a Nemzetközi Szövetségnek a szűk elitjébe, a büróba, az elnökségbe. 2018-ban lesz a választás. Nyilván, ha valamit mi el akarunk érni, akkor akárhogy be kéne oda kerülni. Jó, idézőjelben jobba kéne lenni a mostani vezetőkkel is, és akkor még azt nem is tudjátok, vagy nem feltétlenül tudjátok, hogy ezen a héten dől el, most a Junior VB-n van az UEV-nek a kongresszusa, hogy Budapest megkapja a 2018-as VB felnőtt VB rendezési jogát. Na most innen már sejtett, hogy miért nem mondhatom én azt, hogy mindenki menjen a fenébe. Igen, hogy ma mi ezt mindig kapja be. Így van, pontosan. Én mondhatom, de csak helyesen. De mondhatom, erről van szó. És erre én azt tudom mondani, hogy Balázs, nem mondj ilyen durván. Nem mondj ilyen csúnyát, egyébként Mamias Vili, ugye, aki tudjuk, olimpiai bajnok, és Komáromi Tibit 88-ban hatalmas ellenfele volt, aki ebben a 2013-as összefogásban, egy amerikai, orosz, iráni, ami nagy politikában soha nem valósult meg, de a birkózás érdekében megvalósult, ő egy kulcsszerepet játszott. Tehát ő is, hogy mondjam, ha nem lett volna, akkor lehet, hogy a birkózás már nincsen az olimpia programján. Tehát azért mondom, hogy nehéz exakt véleményt és sarkos véleményt különösen nekem mondanom, de bárki másnak lehet. Azt tudom mondani, hogy ha már azt el tudjuk érni sportdiplomáciailag, hogy ilyen szituációban ne kerüljünk bele, nem azt mondom, hogy mi legyünk a kedvezményezett, hanem csak hogy ne kerüljünk bele, ne legyünk a szenvedő fél, akkor már szenvedetlenül csak vagyunk. Zsigmond, köszönjük. Igen. Hát nem tett jót a birkózásnak se, igen, alapjelvére. És annyi izgalmas sport van közben, még nincs benne az olimpiai programban. Már nem azt mondom, hogy a birkózás kerüljön ki, de közben igen, rengeteg látványos jó sportot nem vesznek föl, miközben ott két ember egymásnak feszül, és a hülye szabályrendszer miatt 3 percig nem történik semmi. Birkózás egy látványos, izgalmas sport volt régen. Igen, most meg viszont azt látod, hogy arra megy a másik, hogy végre megintsék, lekerüljön, és akkor onnan akciót lehessen végre. De 3 évvel ezelőtt akkor még rosszabb volt, tehát egy picit jobb lett, de egyébként összességében nem táfollak meg. Nyilván aki benfentes vagy jobban, az nyilván ilyen nüanszokat is lát, ami tetszik neki, de természetesen az a legjobb, hogyha a szőnyegen dől el hatalmas dobások és hatalmas akciók vezetette, mert annál jobb nincsen. Ahogy a Sike Bandi nyert Szóban, micsoda emelés volt. Viszonylag nyilvánvaló volt a dolog. Nehéz lett volna kihozni. Zsigmond, nagyon köszi, hogy elmondtad nekünk. Hát Lőrinccel mi nem tudtunk beszélni a Viktorral, de hogy akkor csókoltatjuk, kitartást neki. Jó? Átadjuk mindenképpen. Vele vagyunk, mert azért ez egy kemény. És az életed végéig kísérteni fog sajnos. Szóval ez nem olyan, hogy alszol. Igen, de hozzáteszem, hogy ti is tudjátok, hogy nem azt mondom, hogy negatív reklám, de akár ezt is mondhatom. Tehát a birkózásomról sokkal többet beszélnem, mint a bronzérmes lett volna.
ezzel nem azt mondom, hogy az a ez jó. Ez Viktor nem ez természetesen nem ezt mondom, és őt sem igazolja, és én sem vagyok teljesen hülye. De na, azt akarom mondani, hogy az biztos, amit mondasz, viszont szerencsére egy fiatal ember, egy nagyon ambiciózus, komoly birkozó. Túl lesz rá. Akinek ez volt az első olimpiája. Akkor hogy hívják? Akkor sírjon a kudla. Civilbe meg lerendezzük a kudla. Jó rendben. Érted, hogy itt lesz náluk a vévő, akkor hát hazai zuhanyzóba sokkal könnyebben csúsznak el az ember. Megbeszéltük, ezt megbeszéltük. Ami a sírt pedig kapja be. Így van. Üzenet neki. Igen, van. Határolódjatok-e, ezek mi voltunk. Ettől már el is vagyok határolódva. Bővebb információt van előled, hogy esetleg fogaz, vagy ilyesmi, tehát, hogy mert csak így saját biztonságot kérdezik. Hagyne kommentáljam. Ezt nem is kell. Csáó, köszönjük el. Drága hallgatók, üzenjetek Mamiásvili. Így van. Jó? Üzenjük. Írja le mindenki, mit gondol Mamiásviliről. Mi elmondhatjuk. Nyugodtan bármit üzenjet, ért. Ne csak a kupakkal bíbelődjön. Tehát bármi. Mamiásvili, hát a nevében is benne van, nem? Hát Mamiásvili, ugyan már? Istenem. Mikor egy ilyen Mamiásvili, mi? Találkozunk, mert elfutunk sírva. Mekkora az ember? 2 méter 160 kiló. Valószínűleg ketté tépne mindig. Kiváló birkozó egyébként. Igen. 3-4-8, lesz pontosan 5 perc, majd jövünk mindjárt vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 9 perc van pontosan, 8 óra. Ez a szám nem lett jobb, mióta nem hallottam. Hát, Bogi, aranyos egyébként a csaj. Bugi? Volt egy ilyen megasztár szereplő, még ez Bugi. Bugi, ő mai napig is zenél egyébként. Bugi. Klubokban nagyon sokat játszik, igen. Ír zenéket másoknak, egy nagyon ügyes gitáros fiú. Ő maga nagy karriert nem futott be, vagy hát nem tudom, mindenki a nagy karrier. A Bugi dalait nem nagyon játszik. Igen, de nem ez volt, hogy Bugi, hanem... Bogi. Nem, ő volt Bugi. Valami neve, valami tididididi Bugi, nem ez volt a neve. Gál Bugi. Nem, ja, azt nem, mondom, nem. Na ezt mondom, tididididi Bugi. Erre emlékszem, a Gál Csabára már nem, de tudom. Nagyon ügyes. De tudom, hogy ez volt, igen, Gál Csaba Bugi. Így lehetett őt hallani. Na, hát... Valaki márkint a portán. Csak mondom, kértek, hogy adjam át. Orosz akcentusban beszél. Orosz akcentus, azt mondta, jönni Nikolaj és Oleg, itt akárni, manázsá beszélni, Mamiásvili küldött minket. És mit akar? Nem tudom. Nem csaj. Feldult? Nem. Kedves? Kedves, szimpatikus. Hozott mosolygós. Van valami a kezében? Vagy már azért mosolyog, mert már elhatározta. Most már meghozta a végső döntést. Nem akarok úgy járni, mint John Lennon ott Chapman a Dakota ház előtt, tehát hogy nehogy aztán itt történjen meg ez a dolog. Kér egy autogramot és utána. Vigy magad a lélőpajzsnak, Zsült. Chapman is teljesen normálisnak tűnt, addig, amíg le nem lőtte Lennont, úgyhogy óvatosan látogatókkal. Valaki arra kér, hogy írd alá neki a szigorúan bizalmast, akkor szerintem azért óvatosan. Csak óvatosan, mert aztán bevonulok a történelembe, mint John Lennon. Nem hiteles, hogy ezt valaki alá kell éretetni veled. Átlátszó. Kezdjék gyanakodni, azt mondom. Igen. Ja, Istenem, Istenem. Fiam, Mamiásvilinek meg tudjuk szerezni a számát? Persze, hát, már rá. És mit mondasz Mamiásvilinek, hogy eljjel, észrevetik, nem, mit csinálsz? Nem, valami nagyon csúnyat, és azt mondom, hogy ja, és csak hogy tud, csonka pici vagyok. Miért szegény pici? Hát, jó, hát most érted. Hát igen, azért jó nem mondott semmit, szóval, hogy én megértem, hogy Zsigmondék helyzete nem igen, könnyű, nyilván. Nem tehát, hogy igen, szeretnénk ugye VB-t rendezni, meg egyébként se akarunk azért sportdiplomáciailag szembe menni, se az oroszokkal, se a birkozókkal, se a szövetséggel, a nemzetközi szövetséggel, hát ezt le kell nyelni. Ez szörnyű egyébként, hogy az érmek sorsa, helyezések, meg pontok sorsa nem ott a szőnyegen, vagy a, nem tudom, a páston, vagy a tatamin. Ezért jó a tenisz, hanem... látod? Ezért jó a tenisz. Oda kiállsz, érted? És nézd meg Babos Timit, ha tudsz, és jó vagy, azt nem tudja neked elcsalni a bíró. Ezért nem szeretem a szubjektív pontozásos sportágakat. Tessék? Már pedig a Timi igen, most mert az úszásnál odaérsz, te nyúlsz be elsőnek, ez egy exakt dolog, ott vagy. A tenisz is ilyen, fölmész egy az egybe, rossz napod van, elveszted, jó napod van, nyersz. Érted? Nem vagy más kezében, ezért utálom a tornát is, meg a birkózást is, meg most már én a boxot, őket. Meg a vívást. Szeretem nézni, de nagyon figyelj. Rossz, hogy egyébként egy másik, egy harmadik emberem múlik. Nekem az a legnagyobb nem, probléma nem ezzel az egésszel, hogy én nagyon szeretem mindegyik sportágat, de a küzdősportokat azokat meg pláne. És azért tragédiának tartom, hogy miközben például az általam sokat emlegetett kevert harcművészetek dübörögnek egyébként, mondjuk az Egyesült Államokban, a világ minden területén, azok a kevert harcművészetek, amiknek az alapjait pont ezek a sportágak jelentik. Birkózás, a cselgáncsa, hát csak ott egyértelmű érte, földön van a csávó, akkor vége. Ezért kéne átrendezni. Kidobtad a nézőtérre, szabályokra lenne szükség, új vezetőségre, ezeket a korrupt vérembereket, bármilyen jó birkózók is voltak annak idején, ezeket el kell takarítani az útból, és hozni ide olyan embereket, akik biztosítani tudják ezeknek a sportágaknak a jövőjét. Mert hogy azért az totál nonsens,
hogy a birkózás kikerüljön az olimpiai programból. Hát szerintem egyébként a gonalom simán kikerülhetne. Ezért kéne változtatni a szabályokat. Hát, de benne volt az elsőben. Hát, tudom, persze, meg régi, meg egy squash például tök jó, baromi izgalmas, látványos, nézed, egy csomó újat föl kéne már venni, nem? Ott van a kickbox Magyarország, mindig itt rommá verünk az egész világot, sose lesz olimpiai sportág, pedig hány aranyérmünk lenne, te jó Isten. Hát az ugyanolyan, az nem csalható? Hát azért az ott nehezebb. Az is szubjektív pontozás, igen, de azért az kevésbé lehet. Jó, de mondjuk, jó, viszont a full kontakt küzdősportok azok nem csalhatók el, tehát hogy vagy kiütött, vagy nem ütött ki, visszaváltás. Viszont Babos Timi gyerekek, hát óriási eredmény. 33. jelenleg a világranglistán. Így van, és egy újabb fordulóban ott van a US Open-en. A harmadikban. A harmadikban, ami nagyon nagy dolog, eddig rendszemben soha nem jutott egyéniben, viszont hát azért most nagy ellenfele lesz. Simona Halep azért ő nagyon jó. Azt hiszem talán top 10-es játékos is, de azért ez is óriási dolog. Óriási fantasztikus. Dolog. Igen. Úgyhogy nagyon drukkolunk neki. Hát kedveljük, szeretjük. És ott ugye azért sok mindent nem lehet elcsalni. Hát ott nem nagyon tud semmit. Lehet vitatkozni hát a vonallal, meg a bíróval, igen. Meg de a vonalbíróval. De azt kikérik a challenge-et, és akkor Simonettának biztos van valami igénye, amivel meg tudnánk őt győzni arról, hogy hagyja magát. Ő kicsoda? Hát akivel játszik. Ja, Simona? Simona Halep. Nekem Simonetta. Én ilyenbe vagyok vele, azért gondoltam, hogy hát ha kell neki valami Simonettának, nem? És akkor keressük már meg. Tudnám neki adni? Hát... Mutasd képet róla, azért ne ígérjük meg előre. Ki tudja, jó néz ki, Simonetta. Nem kifejezetten, annál jobb a játszik. Ízlés dolga egyébként, igen. Pénz gondolom van. Van, akinek Kuznyacova is tetszik, érted? De hát azért. Szóval, igen, nem, és Timinek nagyon druk. Igen, Timinek nagyon drukkolunk, mert ez nagy dolog, hogy ott van egy magyar. Jaj, basszus, na, dehogy nem. Játszunk közben aztán. Csak mondom, hogy neki meg kellett műtetni a melleit, mert akkorák voltak, hogy zavarták a játékban. Rá emlékszem, ennyire feljött. A melle miatt mi? Azóta javult, mióta kisebbek lettek a mellei. Úristen, meg. Na játszunk, itt van már is játékosunk. Nagyon nagy mellei volt? Mutatja a képet, beterített a fél. De tényleg, őrület. És most, hogy megvan műtve, neki még mindig hatalmas. Hatalmas. Még csalódott. Elképesztő. Akkor csöcsöket még nem láttál. Csak magában. Vigyázzatok, adásban vagyunk most. Oké. Itt vagyunk már is, kedves hallgatók. Van, aki ezt benyalja? Van, megnyugodhat. Nyugi, direkt volt. Haló! Jó reggel! Jó reggel! Na? Hogy hívnak? Natália. Natália, igen. Legyél ma Natália. Legyél ma Natália Szegedről? Igen. Ráadásul Szegedről. Mit csinálsz arrafelé? Hát ott lakom, meg itt is dolgozom. Mit dolgozol? Mezőgazdaságban paradicsom termelőként. Az Isten áldjon meg téged, hát legyetek többen, hallom, hogy már nincs, aki leszedje az almát, meg a málnát, meg mindenfélét, mert nem vagytok elegen. Hát ez szörnyű, hogy idáig jutottunk egyébként. Szörnyű. Hihetetlen, hogy leszedni nem tudják, csak lopni. Igen, de tényleg. Arra mindig van arra ember. Mindig van ember. Elkeserítő cikkeket olvas az ember, hogy mekkora munkaerőhiány van a magyar mezőgazdaságban, és igen. Itt van az értékes málna, és senki nincs, aki leszedje, és az majd a drágább, kintről hozott málnát kell megenned, ha meg tud venni, mert nincs ember, aki leszedje. És te mit csinálsz, mit termesztelsz? Paradicsom. Paradicsom, igen, ezt lehet, hogy mondtad, bocsánat. Fú, de jó. Elejétől a végéig? Igen. Mennyi idő, amíg a paradicsom lesz? Tehát most elültetek egy palántát, mikor szüretelhetek? Hát most már ne ültesd, de... Jó, hát most akkor, amikor kell. Júniustól augusztus-szeptember végéig. Uh-huh. Ja, hamar meg lesz, ha én elültetek egyet. Ja, hamar. Hát várjál, azért július végéig... Hat hónap. Azért, édesanyám, mi egyszer... Mi van? Ne beszélj! De figyelj, te tényleg biztos ebben az iparágban dolgozol? Ne bántsuk ebben, ne szedjük le a fejét, hogy legyünk egy kedvesebb. Csak kérdezem, hallod-e? Te érted. Te Újkígyós vagy, meg Szegedi, teljesen más éghajlat. Nem igaz, tökre egymás mellett vagyunk, és Újkígyós szegedi dohánykertészek alapították, úgyhogy mi még rokonok is lehetünk. Jaj, hagyjuk már ezt az önismereti szakkört. Hát, szóval miért keverjük már bele? Csak sose felejtem, amikor anyám epre termesztette az erkélyen, és a család körbeállt azt az egy szemet, ami egy év múlva meglett, és így mondom, már ebből kompót nem lesz az én mama. Ráadásul a tudomásra szerint kokkélparadicsomot ültetett. Igen. És eper lett belőle. Szóval ne termesztek paradicsomot, ez a lényeg. És most milyen fázisban van éppen a paradicsom termesztés, Natália? Most milyen ügyletek jönnek? Mi történik most? Most. Hát most már a végét járjuk neki. Igen? Vagyis? Igen. Hát segíts nekem, én a csirkét is csak fóliázva ismerem meg. Tehát, hogy mit, most szeritek le? Ez a vége? Legyél konkrét. Hát legyek konkrét. Hát, mit, például, hogy kimész ma a földre? Most szedjük,
Most szeditek? Aha. Igen. Na, erre gondoltam. Ja, jó van. Már ha azt mondtad volna, hogy ma kettő lejön a villanyszámlású. Tehát az is konkrétum lett volna csak. Igen. Na figyelj, Nati, Natinak szoktak becizni? Persze, igen. Nati, figyelj ide, van egy országunk. Jó. Magyarország. Ahol... Ja. Egy darab ország, mert hogy nem tudsz már más választani. Segíts, segítsek egy picit. Hát. Dánia. Nem Kazasztán. Mehetünk? Igen. Fél percet van, figyelj, így szól. Kairáglub. Ajajajajajaj. De kemény. Még egyszer jön. Bulgária. Hát miért beszélnek én vele? Még egyszer. Ott van egy pótjátékos. Ki volt ő? A barátom. A barátod, ő is ott van a kint a veteményesben? Igen, együtt dolgozunk. De helyesek vagytok, együtt csináljátok, nekünk a paradicsomat. Igen, meg mindenkinek az országban. Hmm. A jó Isten tartsa meg benneteket egészségbe. El kell, el kell egy szorgos kéz nekünk. És Éva. Így van. Oké, van egy ajándékcsomagotok. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Hát nagyon szívesen. Régóta? Nagyon örülök. Régóta szeretted volna, Nati? Gondoltam rá, csak még nem mertem, és akkor most megkockáztattam hátha. És a csomagot? Ma úgy érezted, ez a te napod is, írtál egy SMS. Igen. Bulgária. Igen. Azt tudtad, hogy egyébként szabad kigyost bolgár kertészek alapították? Nem igaz. Nem. Nati, jó munkát nektek, tényleg. Puszi. Köszönjük szépen. Hello. Szükség barátok. A jó Isten áldjon meg benneteket. Bizony a jó lecsóhoz. Oh. Kell. Puszi, ciao, hello, hello. 8 óra múlt egy perce jönnek a hírek, aztán hívjuk Tillát. Hoppá. Hoppácska. Mert hogy ugye hát Tillát jelölték. Szeretjük. Igen. A legjobb idegennyelvű filmnek jár Oscar-díj, utána Saul fia, után, sikerei után ugye hát a jövő magyar Oscar nevezés gyakorlatilag ugye tulajdonképpen hát, Tilla filmét, a tiszta szívvel illeti, úgyhogy felhívjuk Tillát. Mesélj nekünk, készült-e már a köszönő beszéddel, írja-e már, hogy, és kivel szeretne lepacsizni egyáltalán, mit szól ehhez? Már ő magában jelölés is egy fantasztikus dolog, hát, és megkérdezzük tőle, hogy sikerült azt a listát eltüntetni, amin a többi film volt. Igen, például Hajdú Szabolcs remekbe szabott Ernell Láék Farkaséknál. Láttátok? Nem. Nagyon jó film. Igen? Rajjaj, de ez most úgy, mint jó szoktad, film. Vagy ez most tényleg? Nem, nem úgy, ahogy neked jó egy Adam Sandler. Más. Hát azt sem tudom, ki az. Az jó, nem úgy, ahogy neked jó a tököstekés, hanem zseniális film. Így van. Zseniális film. Van. Most miért a tököstekés az jó volt, jó, nem? Jó, igen, jó volt. Hát most de tudod, hogy férjünk a csendőrfilmeket. Ugye szerettem. Én nagyon beleszerettem bőle a filmet, tényleg jó. Na, szóval Tillát hívjuk, ez a lényeg. Jó, 8 óra múlt, 2 perc. Mikrofon kapcsolt ki. Jaj, kikapcsolom. Jó, jó, jó. Jövünk vissza mindjárt. Kikapcsoltam? Kikapcsoltam ezt a testes mikrofon. Nem, most miért közt bele az Adam Sandlerbe? Ne csinálják már. Egyébként pont is normális vagy. Hamarosan folytatódik. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után, 15 perccel itt vagyunk már is. Jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Nem úgy énekelte a lány ezt a dalt, mint a Náthás lenne? Ilyen kicsit nazál is volt a hangja. Zara? Nem ilyen volt kicsit? Várjál, ez mi? Hihetetlen, hogy ruhamárkában utaznak már, dalt is írnak. Volt egyszer, vagy nem is volt. Egy legenda. Szandokád! Zara, Zara Larsson, döbbenetes, uralják a ruhapiacot, a zeneipart, pénzkereset ezzel. Elképesztő, komolyan, Zara nagyon terjeszkednek. Mérnek az Ártándi határátkelő után Nagyvárad bevezető útján Géza küldte nekünk. A 85-ös főutófárad belterületén Fejér Szeádból mérik a Sopron felől érkezőket, csak óvatosan. Jánoska Kálmán. Jánoska Kálmán. Igen. Sokkal jobb egyébként Jánoska Kálmán, mint ha úgy hívnak, hogy Mikorka Kálmán. Igen. Trafi az 55-ösen kiszállásnál írta nekünk Tomi. Harmadik keletben a Szőlő utca le van zárva, sem a Bécsi útról, sem a Pacsirta mezőről, nincs erről tábra. Csúnya dolog. Akartam kezdeni, ki most ad a kádat, Feri? A micsodát? A kádat. A persze. A puncikádat. Beteg vagy. és remélem lehúztad azt a kicsi óriást is, amit reggel toltál. Na, azt nem nézem. Nem szeretek itt kakilni. Nem hát, jó. Hát, mégis kakázom meg.
Szoktál, szoktál. Mindenki ne szokott. Ne hazudjál. Mindenki szokott. Ne hazudjál, mert amikor látom, amikor így nem is nézel rám, csak elsunyogsz mellette, akkor neked ez valami. Igen, igen, hogy hívják ott kis lazaságot imitáló arccal a műfűtű részbe, akkor mindig tudom, hogy a földi vécébe kell mennem. De én úgy szeretem ezeket a beszélgetéseket, mikor benyomban maradom. Tudod, jön is ezzel a műfűtüléssel. Te beteg vagy, esküszöm. Nem szeret, én otthon elintézem reggel. Meg ismerem a húzzabálok a kiszagóra. Te vagy dögevő. Te vagy húsimádó. Azt te voltál, tudom. Nem voltam itt ma. Ezért közösen ismerem. Apám is dohányos volt és húsevő. És az csak én vagyok ez itt. Velociraptor tevet magad, hogy fel se vállalod. Pedig alig hallgat minket 2 millió ember. Hát esküszöm, mondanám, ha ide hordanám. Szoktál. Én otthon szeretek, a nyugalomba, a csendben. Tényleg, mint egy Szabó családjának vagyunk. Minden előttetek zajlik. Kávé reggel, és azonnal jó, tudsz menni. Jó, mondjuk azt tudjuk menni. Kávét én csiszom, hogy a Berencé parton tudod, hogy vízebb a pipetbe szóba égett, hogy egyet a szomszédok kijönnek. Ha állod, húzd be a fregolit, A fregolit. Na. Csempészünk egy kis kultúrát az adáson, mit szóltok hogy? Hozzá? Egy kis kultúrát, úgyis le kéne cserélni a stábot. Ez is igaz, hogy ez rajtunk keresztül viszonylag nehéz lesz. Mert hogy döntött a bizottság, és Till Attila filmjét nevezik a legjobb külföldi film kategóriában Oscar-díjra, ami ugye ez még nem azt jelenti, hogy ott lesz az 5 legjobb film között, mert ugye arról majd döntenek később egyébként. Az még egy kicsit odébb van, viszont ez már egy lehetőség arra, hogy az Amerikai Filmakadémia étlapként megkapja ugye Till Attila filmjét is, és esetleg beválassza majd január elején az 5 legjobb külföldi film közé. De jó lenne. Ami egy nagyon nagy dolog. Az egy fantasztikus. Igen, azt mondják, hogy egy nyert év után nagyon nehéz már az ötbe is bekerülni ugyanabból a nemzetből. Úgyhogy ez nehéz ügy lesz. Azért azt tegyük hozzá. Ugye a tavalyi siker után, idei siker, bocsánat, ugye a Saul fia után, de ettől függetlenül is marha jó dolog szerintem. Aztán meg a fene se tudja, mert szerintem meg, vagy én picit úgy látom a dolgot, hogy így a Saul fiának sikerül feltennie újra minket a térképre. Tehát, hogy mondjuk így a, mit tudom én, a Mephisto, meg Rédu Ezredes, meg ezek ott a filmek. Erősen azért, 80-as évek, így van. Picit elfelejtődtünk. Azért mondjuk kisfilmek tekintetében, vagy animációs filmek tekintetében nem annyira, de mondjuk nagy egészes és mozik tekintetében, igen. És ha emlékeztek arra is, akkor a Mephisto sikere után a Riddle ezredest is jelölték. Tehát, hogy szerintem ez jó előjel inkább. Na, rossz. Hát meglátjuk, mindjárt megkérdezzük Tillát, aki már itt is van velünk. Tilla, jó reggelt! Hello! Jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Hát gratulálunk! Gratulálunk. Hát köszönöm szépen, az egész stáb nevében, mert azért egy film az mindig egy csapatmunka, és tulajdonképpen ez nem csak az én érdemem, hanem minden szereplőnek, meg akik benne voltak, mint alkotói csapat, vagy mint forgató csapat, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy akkor Magyarország, legalább az első lépést megtettük, hogy Magyarországról azt gondolta a bizottság, hogy ezt a filmet kell küldeni, gondolom volt valami bonyolult szempontrendszer, és annak mi feleltünk meg a legjobban. Meglepődtél, amikor ez kiderült, hogy a te filmedet jelölik, vagy esélyesnek tartottad hát magatokat? Bocsánat, csak éppen az utcán vagyok, nem értem, jött a mentő. Kényszerzünk annyira rosszul lettem, hogy mentőt kellett hívni. Annyira meglepődtem. Hát egy icipicit számítottam rá, azért, mert azért az elmúlt egy évben a magyar filmek közül tényleg ez a film az, ami talán a legjobban a bekerült a köztudatba. Tehát erről azért sokat beszéltek, nagyon sok pozitív kritikát kapott, nagyon jó volt végül is a külföldi bemutatkozása, a külföldi visszhangja Carlo Vivariban, azóta is rengeteg fesztiválra meghívják. Egy picit sejtettem, hogy esélyesek vagyunk, de hát sose lehet tudni. Tehát, hogy azért nagyon örültünk neki, mert csak az van, amit kimondanak. Tehát, hogy amíg álmodozol, vagy reménykedsz, addig az még azért nem az igazi valóság. Hol tartotok nézőszámban? Hol tartotok most? Hát sehol. Tehát tulajdonképpen ez továbbra is, amit még a Forbes magazinban megbeszéltük, tehát 30 ezer fölött vagyunk. Már, de továbbra is a második legnézettebb magyar film, a Lovasi játsz után, ami ugye nagyon érdekes, mert tulajdonképpen ez egy dokumentum film, és mégis az lett a
legnézettebb, és ez jó nézettségnek számít. Tehát ez egy nem létező szám valahol, tehát nagyon szeretnénk, hogyha sokkal több ember menne a magyar mozikba, de hát nyilván ennek ezer millióka van, hogy drága a mozi egy, hogy rengeteg mozgóképet fogyasztanak az emberek otthon reggeltől estig a tévében, itt ottam ott számítógépen. Hát meg ebben benne van a magyar filmekből való kiábrándultság is szerintem. Tehát lehet, hogy ez is benne amerikai van. Amerikai filmre végjátékra azért nagy számokat hoznak, tehát hogy szerintem itt kell egyfajta reneszánszát élni a magyar filmeknek, ami egyébként abszolút újra elindult, és vannak magyar filmek, készülnek kiváló alkotások, csak hát el kell, hogy jusson a néző, hogy újra érdemes magyar filmért moziba menni. Volt egy nagy holtidő akkor azért, amikor nem volt igazán érdemes. Igen, bár szerintem a magyar film mindig sokszínű volt, nem? Tehát szerintem, tehát én azt nem értem, amikor leszoktak az emberek a magyar filmről, akkor mi történt? Mert az, hogy voltak rossz filmek, most is vannak, mindig vannak. Tehát mindig voltak jó meg rossz filmek, nem? Vagy lehet, hogy én túl belterjesen látom belülről, de nekem mindig az érzés, hogy sokszínű volt a magyar film, tehát tulajdonképpen mindig talált magának az ember, ha nagyon akart, kedvére való falatot. Kérdés, hogy akart egyáltalán keresni. Igen, kérdés, hogy egyáltalán volt igény arra, hogy beüljön. Meg ez egy ilyen filmes szakmai hozzáállás a részéről alapvetően, mint filmkészítő mondod ez, de hát az emberek ugye másképp gondolkodnak. Tehát ők alapvetően ugye a közönségfilmek, a közösségben olyan amerikások. Igen. Az emberek valahogy ezt várják. De egész Európa, tehát egyébként a franciák, mindenkit elsöpörnek az amerikaiak, tehát hogy ez mindenütt, tehát ez Londonban is probléma, hogy jön az amerikai film, és mindent letarol. Tehát ez évtizedek óta, vagy 60 éve probléma, már második világháború óta. Hát mindegy, ezt most nem tudom mit csinálni, kicsik vagyunk, itt van, kitugrálunk, hogy halló, mi is itt vagyunk, hát ha valaki meghallja. De őszintén tényleg elmondtad már a köszönő beszédedet fejbe, tehát kicsit vizionáltad, hogy ott állsz a Los Angeles-i Kodak színházban, felkocogsz, és azért mondasz valamit, és ott ül előtted Sharon Stone, Jack Nicholson és Leonardo DiCaprio. Igen. Pedig ott állsz a színpadon. Volt egy ilyen minimális jelenet, amit álmod előtt az ágyban fekve tegnap este lefuttattál. Én a Jennifer Lawrence látom magam előtte, igen. Aha. Igen, nagyon helyes. Ő adja át majd a díjat nekem. Igen. Igen. Ne, az igazság, hogy két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy szerintem hiába is bármit, szerintem vagy, tehát én nem tudom, én annyira zavarba lennék, igen, annyira nem vagyok felkészülés, mert nem találnám meg, hogy melyik zsebben van. Miközben kiabálnak, hogy nézzétek, Mick Jagger, hogy megfiatalodott? Remek a plastikai sebészet, nyomj meg valamit, ha már a színpadon vagy. Ott is ez lenne, ennyi lenne a jelem, az jó. Kérdezik, mivel, hogy tartod magad, Jack? Ilyen fiatalon, komolyan mondom. Igen, ez komoly lenne, és hogy megnőttél? Na, de azért az ember kicsit billiben lóg a kezed, nem? Szóval biztos van egy. A másik pedig, hogy én komolyan mondom, hogy szerintem az olyan szituáció, amikor bemondják, hogy akkor biztos, hogy egy másik világba kerülsz, olyan, mint hogyha egy ilyen UFO-szerű állapot, hogy ráthúznak egy búrát, épp, hogy elvonszod magad a színpadig, és az mi történik, ez már ilyen testen kívüli élmény szerintem. Azért egy sztori díját adó se rossz, de azért ez talán egy kicsit más lehet. Lehet, hogy elfelejteném a szövegemet. Lehet, hogy egy hétig gyakorolnám, és semmi nem jut el szembe. Egy thank you-t mindig ki tud mondani az ember. Meg egy Andy Vajnát. A kettővel már megvagy. A következő filmed már meg is van. Igen. De még azt akartam mondani, hogy az érdekes, hogy egyébként nem egyedül képzelem el magam. Tehát biztos, hogy a Fenyvesi Zoli főszereplőt, hogy valakit fölcipelnék a színpadra, vagy valahogy azt mondanám, hogy legyenek ott, mert tényleg egy ilyen filmnél, ahol igazi mozgássérült emberek szerepelnek, azért azt szerintem elég durva lenne, hogy a végén egy ilyen csúcsponton én ott egyedül parádéznék, még akkor is, hogyha én vagyok a katalizátor, meg a ötletgazda, meg a minden, azért mégiscsak, amit az elején mondtam, szóval egy csapatmunka, és egy ilyen film szerintem fokozottan fontos ez, hogyha más helyzetbe hozunk embereket, akiknek esetleg kevesebb esély van erre, akkor az a végén lelökjük őket térre. Tudod, igen, hát a nemes jelenetnél is látunk egy érdekes jelenetet, hogy odaszólt a Rőrignek, hogy maradjon, és ő ment. Ugye ez egy érdekes jelenet volt, de nem is biztos az Oscaron történt, de valahol nem is emlékszem. Egyedül. Igen, ez nyilván meg volt. Oscaron szerintem szigorú koreográfia volt, vagy előre egyetett, vagy... Ott mehettek akárhányan, persze. Vagy menet közben megállítanak, nem tudom. Figyelj, nem akarok nem csak a te filmedről beszélni, azért ezt muszáj megkezdem, hogy a Hajdú Szabolcs filmjét te az Ernelai Farkaséknál láttad egyébként? Nem láttam. A Karlovy Varyban, amikor ott voltunk, mi ugye egy másik szekcióban voltunk, mi az első és második filmesek versenyében, ő pedig a nagy versenyben, akkor mi pont váltottuk egymást, és ezért sajnos nem láttam. Közben volt más filmfesztivál is, ahol láthattam, de mindig elkerült egymást, és én is most fogom megnézni. Nem láttam. Sajnos, úgyhogy nem tudok hozzászólni, de mint Karlovy Vary,
győztes, tehát nyilvánvalóan szerintem a bizottság is ezen gondolkozott, hogy akkor legyen az a film, az Oscar küldött magyar film, vagy pedig a Tiszta szívvel. Tehát ezt gondolom, ez valószínűleg így volt. És a Star Academy-t nézed most őszintén? Kérdez, de tegnap néztem, tehát igen, tegnap nem néztem, hogy a Dedek megőrültek, hogy mit csináltok a Majkával, tehát, meg a Star Academy, stb. Tehát őszintén szólva, ugye az én életem olyan, én nem tudom, tehát én egy realityt úgy érdemes nézni, ha minden nap nézed, és én most próbáltam, hogy felzárkozzak, hogy milyen műsorok vannak, de szerintem nekem az nem fog menni, hogy minden nap nézzek egy műsort. Én minden nap nem tudok rendszeresen ugyanakkor a televízió elé ülni, mert egyszerűen nem olyan az életem. Milyen szépen jött ki, látod? De miért? Nektek igen? Tehát, hogy... Nem, abszolút on demand van. Tehát, hogy felveszünk, megnézzük, visszatekerjük, beprogramozzuk. Hát én is, igen, meg bármi, abszolút bármi van, online, gyors összefoglaló, összevágás, stb. De megnéztem Majkát, néztem már Nórát is, mindenkit néztem, hogy milyen ez a műsor, hogy ne kevert magad ennél nagyobb bajba, hogy beszéljen. Én bocsánat, mondd, mit folytasd? Már most egyszerre beszéltetek, nem hallottam semmit. Nem, ezek most a ti perceid, vagy a te perceid. Nem csak a Jani szemét. Jól van, figyelj, Tilla, nagyon drukkolunk, mindenkinek örülünk, mondjuk, nagyon. Hogy menjen el, nézze meg a filmedet, mi ott voltunk egyébként. Még megy mozikba egyébként, megy mozikba, úgyhogy az a furcsaság van, hogy még a kell lehet csípni. Hát a tévécsapkának, hát a tévé le fogja adni, de mi jobban szeretjük, a moziban nézik, de mindegy, ez a hajó már elment, úgyhogy igen, majd tévében megnézik, de még van moziban. Milyen relatív, ugye azért ez a 30 ezer elképesztő, nem? Hogy az emberek tényleg, mondjuk egy tévés műsorra hasonlítod össze, tehát felfoghatnak. Hát ennyi nézővel, úgyhogy erre 5 éves korodban találkoztál, nem? Te az oviban, nem? Igen. És képzeld, mi lett volna, nem vagy bennállunk. Hát le kell tennem, bocsánat, ja, mi ezt a munkában? Mondd meg a Zsuzsának élőben, hogy csokoltatjuk az új haját. Igen. Ezt a beszélgetést, hogy a Balázsék a Morning Show-ból csókoltatják Zsuzsa új haját, mert látjuk a Demcsáknak új haja van, csókoltatjuk. A fotó az egyenes jó, de akkor add át neki, most adunk rá hangot, menjél tett le. Most átadom. Puszi, okay. Bodrit, ez az üzenet. Tényleg, puszi, szia Tilla, köszi. Hello, hello. Na most bekapcsolom a tévét, hogy tényleg üzente. Kísértük a Kálói családot, úgyhogy a kultikus Balázs jó, te is még. Jó, kit érdekel, kit kísértetek is. Na, hadd ki. Jó, na, azt lehadjuk. Így a más gyerekek itt. Gyerekek, ez van. Ezt nézed, ez ahogy van. Más viszi a gyerekeit az iskolában, mikor miközben te itt gályázol. Nem érdekel más gyereke. De hogy de érdekel. Persze, főleg a kicsi óriások, de egyébként nem. Na, hogy van Benni az iskolával? Nagyon szerette, nagyon jó volt. Nagyon. De ma már nem ment. De akar még menni? Vagy jól lakott az élménye? Azt, hogy elég volt. Nem, nagyon, képzeld, helyes volt, aranyos volt, mesélt róla, jól érezte magát, úgyhogy mindenféle. A maradék szorongása is oldódott tegnap is, és ma már nagy lendülettel, szerintem már egyébként bent van. Úgyhogy lekopogom, viszonylag akadálymentesen vettük ezt a meglehetősen nagy neuralgikus pontot, ami a gyerek életében az, és a szülő életében szintén meglegyen minden, elindulja, beérjen, te is stresszelsz, ő is stresszel, ha a gyerek nem stresszel, átragasztod rá, mert te stresszelsz, szóval túl vagyunk szerintem, túl vagyunk a nehezén. Csak beszélgetős volt, és ismerkedős. Nem, mi mit kellett volna csinálni, üvegezzenek és vetközenek aztán erre, vagy mire gondolsz? mi a csap? Ma esetleg már tanítottak valamit. A kvantumfizika alapjait? Az üvegezésre rossz, én azt gondoltam, hogy egymásra könyveket fognak lapozni, beszélgetnek egymásra. Ilyen beszélgetős, ismerkedős, nem volt még konkrét óra, amíg megbeszéltek dolgokat, kicsomagoltak, átnézték a cuccokat, szóval mindenféle ilyen kis érdekes rávezető gyakorlattal. Körbeültek, megismerték a tanárokat. Úgyhogy szerette. Jól éreztem magát. Na, várjál, most várjuk, hogy mikor jön. Ja, igen. Hát még híre. Még red carpet van, várjál. Én időkre feltűnt még az ételben a nem baj, jó lássuk. Este pedig várom önöket, éjfél után 5 perccel. Oké, megyek, baby. Oké, baby. Várj, nem megyek, várj, Móni. Hello. Csak te meg én, éjfél után. Na, várják ki az öltöztető partner. Oké, okay, mikor jön a... Mikor, most kíváncsiak átadja a Tilla, vagy csak keménykedett. Várjál. Kedves nézők, Félnyi Sigetek, nagyot halló számára, Teletex. A félkor hírek van ott. Van még ez, hogy Teletex, gyerekek. Ezen is mindig meglepődöm.
Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mondja ő a híreket! Mondja ő a híreket! Szúrta élettársát egy 19 cm tengerhosszúságú késsel egy 64 éves tapadány. Jézus Mária! Ákos! Fölmentünk! Tessék, neked nem kell híreket mondani. Akkor hazafutok, jó srácok, mert van dolog otthon. Na jó, akkor elengedjünk gyorsan. Mondd el gyorsan, hát a Tilát elkapjuk, hogy átadja. Te is csöppensd be egy kis pupillatágítót. Lekeveritek a sporthíreket a felénél? Vagy nem, a Tilla jön, be fogom adni a hírek alatt, hogy halljuk, hogy átadja. Kezd el mondani. Én már mindent megértem, úgyhogy hajrá. Na kezd el mondani, aztán meglátjuk. Jövő mindjárt Ákos híre után. Hamarosan folytatódik. Hírek a Klassz FM-en. Ma sem lesz panaszunk az időjárással, köszi Zsül, csak egy-egy felhő lesz az égen. A Nyugat-Dunántúlon és északon eshet, ott záporzivatar is kialakulhat. Helyenként a szél is megerősödik majd, máshol viszont több órás napsütésre készülhetünk. Délután 30 fokig melegszik a levegő, késő este 16-20 fok valószínű. Én kedves üzenet a Balázsék, hogy nagyon jó az új hajad. Bemondta! Rendes, így kell lesz. Gyerekek, a tévé, a rádióban, a rádió, a tévében, öcsém, ez az igazi interaktív, ez interaktív műsorkészítés. Ja nem, azok a svábiek voltak. És a Szeben is milyen jól reagált rá egyébként. Továbbra se tudta, hogy hol van. Na, elmenjünk egy picit reklámozni, Áki, neked köszönjük. 9:05, aztán jövünk mindjárt vissza. Reklám. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan, 2 perc múlva, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk újra, és jó időnk lesz a hétvégén, és aztán egy pici hidegfront, és a jövő hét közepén újra jön vissza a kánikula, a gyönyörű indián nyár elé nézzük. Legalábbis szeptember első 2 hetét, illetően jó lesz. Velencén megmondták október végéig, úgy áll a nádas, hogy jó idő lesz. Mondom, mi van? Igen, szerintem van ilyen. Én ezt el tudom képzelni, hogy mikor jönnek a birkák a legelőről, mennyit duruzsol a disznó. Hát akkor behajtják őket. Hogy áll a tehén tőgye augusztus végén? Náluk jobban senki nem ismeri a természetet. Hát velük kellnek, de ezzel élnek, fekszenek, a megélhetésük ezen múlik. Én el tudom, hogy fölnéz az égre augusztus 3-án, és megmondja, hogy szeptember 8-án. Vége a nyárnak. December elején itt a hó. És nem tudod, hogy honnan tudja, de aztán biztos, hogy működik, igen. Na, ha már egyébként december egy hallgatón küldte, figyeljetek, én kész vagyok. Szóval én értem a kereskedelem működését, azt gondolom, és el tudom fogadni, hogy ez valójában nyilván a profitról szól, és mindenki ebből él, de azért azt kikérem magamnak, hogy M5-ös bevezető, bútoráruház, szeptember 2-án, áll a karácsonyfa, nem. Összehajtható műkarácsonyfa, kartondobozokban, szeptember 2-án már látható, szeptember 1-én lefotózva, áll a karácsonyfa. Adjátok vissza az ünnepünket. Ne csináljátok. Semmit a véletlen. 30 fok van, figyelj, elképesztő. Hallgató küldte, ugye az M5 bevezetőjénél, piros nagy bútoráruház, lefotózta. Nem lehet, ez tavalyi kiárusítás? Tehát, hogy a tavaly itt maradt 10-ét most lesz. Akkor se öljék meg a hangulatot. Ne vegyék el tőlem az indián nyarat, ne vegyék el az augusztust, a nyári élményeimet, a Balaton illatot. Most vásároljon műfenyőt. Miért kell nekem azon szoronganom egy pillanatra, hogy kinek mit veszek karácsonyra, de tényleg. Föl van díszítve is? Földíszítve még nincs, de ott állnak már karton dobozokban, talppal berakva rendesen műfa kapható, miközben ott csészék vannak. Hát megismered, hogy melyik áruházban készült, bögrék, tucsfürdők, nem tudom. Ott áll a karácsonyfa. Figyelj, én biztos vagyok benne, hogy már a jövő évi húsvéti nyuszikat is bedobozolták, csoki nyuszikat. Higgyétek el. De tényleg komolyan mondom, hát azért ez kiábrándító. És biztos persze többet vesznek, mert valaki azt mondja, hú, de szép, én megveszem, előre gondolkodom, tehát nyilván több fogy, mint a december elején teszed ki, én ezt tudom. Pontosan így működik a kereskedelem. Nem sokára jönnek a szaloncukrok, a girlandok és a hógömbök, de azért szeptemberben. De aki akar ezért venni ez magának, az decemberben is meg fogja venni, érted? Tehát, hogy azt, ha nincs benne az, hogy szeptemberben kiteszed, akkor többet vesznek. Valószínűleg ez van benne. De hát aki kitalálta már. Ez egy jó marketing műfenyő fogás. Lesz idén, az december elején elmegy és megveszi. Nem, Feri, úgy történt, hogy összeült a board, ki kell találnunk valamit. Tavaly lemaradtunk egy kicsit a konkurenciában. Miért? Mert megint későn kapcsoltunk.
most mit fogunk csinálni? Zseniális ötletem van. Durva csupa most akarásolunk. Augusztus, és ugye nyilván egymásra versenyeznek, tehát biztos, hogy jó. Le kell győzni a másikat. Kiraktuk egyébként Instára a képet, úgyhogy találjatok meg bennünket Instagramon is, Class FM Morning Show, és hát ott van, ott van. Ezt egy hallgató küld. Azért azt gondolt, hogy ennyire azért talán nem fontos. Nem? Most idén, valljuk be őszintén, de viszonylag pici szanszunk van arra, hogy közösen karácsonyozzunk. Nem, de hogy most már eddig nem akartunk, most ha akarnánk, se tudnánk. És hogy mi lenne, ha jövőre csinálnánk egy karácsonyi adást? Tényleg, karácsonyi zenékkel felállítunk egy kis fenyőfát, feldíszítjük magát. De nincs itt az ideje, annak megvan az ideje, az december, hideg van, esik a hó, jó esetben, ha nem, akkor is legalább nem lehet. Jó, de Feri, idén csak az NMH-tól kapom én egy sistergés karácsony. Az hát, szép ajándék lesz. Nem, a sistergés novemberben már megkapom. Előajándék. Na, ezért mondom, hogy csokolom, igaz. Ez lesz. De akkor ajcsi? Csináljuk egy ajcsis. Ajcsis? Karácsonyi evős? Igen. Beigli sütős? Egy van. Szalon cukros ajándékozós? Kisüti a beiglit, te? Bőven vannak cukrász ismerőseink, meg fogják megcsinálják. Megcsinálják. Jó, karácsonyi zenével. Engem most meggyőztél. Télapós, krampuszos, legyen a krampusz a Mészáros Dóri például. Jó, vállalja. Mészáros Lőrinc. Igen. Legyen a Mikulás Mészáros Lőrinc, akkor legyen a Krasznak Mészárosunk lenne. Az is igaz. Az is igaz. Na, szóval, hogy tényleg őszintén, drága hallgatók, valljátok be most nekünk. Így van. Ki az, aki már bármit vett karácsonyra? Nem fogjuk bántani, de legyen őszinte, könnyítsen a lelkiismeretet, írja meg nekünk, aki már valamit mert venni az idei karácsonyra. Nem bántunk senkit. Legyetek őszinték. Elhiszitek, hogy van? Simán lehet. Elhiszitek, vagy van, aki augusztus végén, szeptemberén bement egy ilyen árhoz, és azt mondta, hogy kellene valami új. És már gondolt karácsonyra, és megvette. Tehát működik. Mondjuk a tömeg pszichózis a kereskedelemben. Nem fog sorba állni 23-án, nem pedig igazad van. Nem bíz a véletlen. De mondjuk ez még novemberben is ráér. Nem áll, hogy szeretném. Látod, Fruzsi írja. Megyek, veszek, nehogy lemaradjak róla. Jól teszed, most még lehet válogatni. Ma háromféle méret. És valóban ez is benne van. Megveszem most, hát ha elfogy. Biztos, hát, ha elfogy. Tehát jobb egy biztos vásárló, ugye, augusztus végén, mint esetleg egy kétségbe esett, aki már azt mondja, hogy nem veszek. Vagy azt gondolja, hogy lemarad róla. Vagy tényleg lemarad róla. Vagy elfelejti. Én azt mondom, hogy csináljuk meg ezt az adást. Csináljuk meg, jó, benne vagyok. Csináljuk meg. Mit akarunk pontosan? Összerakjuk. Velmet akarunk. Lesz Christmas. Ezt meg tudom ígérni, lesz. Szerintem lesz. Christmas lesz. Hát azt mondod, hogy legyen. Hát akkor én azt mondom, hogy lesz Christmas. Hétfőn húzás, hogy kikinek vesz ajándékot? Vagy nincs ajándék? Adás. Dehogy nem. De legyen ajándékozás. Akkor legyen az, hogy 500 forint alatt, jó? Tehát nem spurkodom, csak nem akarok sokat gondolkodni rajta. Megvettem. Jó. Most kezdett el igazán tetszett az ötletem. Most szerettél bele igazán az ötletben, úgy értem. Szerintem ez rendben van. Jó, 500 forint a tét, és... De. És akkor karácsonyozzunk egyet. Hogy mi a célja, azt valójában nem tudom. Hogy megutáltassuk mindenkivel? Nem, meg csinálunk, csinálunk egy olyan dolgot, ami egyébként minden évben. Jó. Elkapott a hangulat? Igen. Érzem a diós bejgri illatát. Már látom, ahogy őt szaladgálnak egyébként a célra tökéletesen alkalmatlan ruházatban. Emlékeztek, mindenki marha jól fel volt öltözve, csak itt van alatt alkalmatlan, hogy hógolyozzanak benne. Erre gondolsz? Készítik a fát. Engedd el a seggem. Igen. Lassúzzatok, de gyönyörű, hogy világítok. Andy Csajas stílőri George. És viszont emlékeztek a klipre. Igen. Ugye ez történt. El is szerette. Igen? Aha, Andy-t. Jó, akkor ezt még nem tudtam. De ne várjuk meg legalább az első hideget, vagy az első beborult eget. Hát ezt így akarod szeptemberben? Tesó, gyere velem reggelenként az 50-esen, illetve 950-esen. A 11 fok. Mindig be van borulva az ég. Az is igaz, hát ma 13 fokot mértem. Jó, benne vagyok, igazad van. Hát idén közös karácsony nem lesz. Rendeljük úgy, műhavat is. Jó, én akkor hát akkor minden befújjuk. Fátárít a műhajat, és hógolyozunk egyet az udvarom. Jó? Na jó, nem akarok veled hógolyozni, tehát én nem akarok egy ilyen gyűrűk ura jelenetet, hogy egymás nyakába ugrálunk ott végén, mint Frodoék, érted, és akkor egy ilyen diszkrét meleg. Mindig te futatod ki ezt sztorikra. Nekem, amikor három férfi hógolyozik, azért nekem az nagyon áthalásos. Tehát, hogy megrohanjuk Ferit, és havat teszünk a nyakában, aki pajkosan
fajkosan legurul a földre, felkocog, és gurul egyet, és utána hárman pillangót csinálunk, hogy lepkét. Azért ebben nem biztos, hogy benne vagyok, de egy közös hóemberépítésben, annál inkább. Az viszont sokkal jobban tetszik. Jó. Forralt bor legyen? Legyen. Nekem mindig az jut az eszembe, hogy urukhály orkok mondjuk törpöket mészárolnak. Neked meg mindig ez a hempergős hangfogó. Mert azt nem tudtam megemészteni a jelenetet, és ott jöttem rá, hogy az összes hobbit meleg. Tehát ott kellett igazából realizálnom, hogy nem elkíséri Frodót, hogy bedobja a gyűrűt, nem elkíséri, hanem szerelmes Frodóba, érted? Szerelmes. És a végén igazam lett. De felugrottál? És én kiáltottam fel a moziba. Megmondtam, hogy az összes hobbit meleg. Mert amikor ott végén egy baldahinos ágyban majdnem szeretkezve ölelgetik egymást, tulajdonképpen leesik, hogy ez több, mint barátság. Ez több, mint barátság. Hát mondom, hogy nem azért kísérni. Elkísérnél te ennyi kalandon át valakit. Hát aztán menjél egyedül, dobd azt a rohagygyűrűt. Hát, és féltékeny hollamra. A könyököd el Vikit, hogy tudtam. Mondta, hogy maradj be, sód ne tudd, mert tudtam. Meleg, maguk is látják, hogy meleg. Hát tudd, én te láttam rajtuk, hát végig tudtam. Láttam rajtuk. Pimpurnya! Nem vagyok, nem a homofób attitűdből, semmi bajom, nagyon sok meleg ismerős haver van, nem erre gondolok, csak ezt éreztem. Na de akkor visszatérve erre. Akarsz egy ilyet akkor tényleg? Hogy hempergünk van. Hempergnél velem egyet egy baldahinos ágyba? Ha van ott egy-két bűnne is, akkor nem mondom. Én megyünk kitelepülni, intézhetek baldahinos ágyat egyébként. Szóval el tudom intézni. Van olyan szálloda, ahol van baldahinos ágy. Azt mondtad, hogy nem szereted azt a debreceni szállodát. Debrecenben van egy szálloda, ahol baldahinos ágy. Csak át kell jönnöd, és már ez a vágya teljesült. Ja, már úgy értve, hogy igen. Mert hogy vannak páncoló kiskörök, meg milyen húszszerek. Jó, oké, akkor jövő héten egy karácsony. Jó. Kis húzás, kis karácsonyi dalok, kis műhó, műfa és beigli. Szerintem ez tökéletes hát, lesz. Undorító, ja. Mert 30 fok lesz jövő héten, itt fogunk állni rövid nyugatjában. Nincs több közös karácsonyunk, még egyszer akkor mondom. Karácsonyozzunk egyet, igaza van egyébként. Igaza van. Majd novemberben. November már tényleg még karácsonyi húzza. Na, csak hogy nézzük az SMS-eket, hogy... Hogy elolvast őket? Egyrészt, hogy elolvassam őket. Ugye az volt a kérdés, hogy őszintén valljátok be nekünk. Tényleg, senkit nem fogunk bántani. Hogy ki az, aki már merészelt magának, vagy a feleségének, vagy a közös családi kecóba venni valamit. Nem hiszem el egyébként. Ezt hallgassátok. Vettem arckrémeket karácsonyra. Nem áll. Zsuzsa írta nekünk. Zsuzsa, karácsony fatalpat vettem a hétvégén a bolhapiacon 40 fokba. Kihagyhatatlan volt, díjat küldte nekünk. Nálam már van pár ajándék becsomagolva. Ne, ez nagyon beteg. Meg van tervezve a fa színösszeállítása. A telefonomon pedig van egy app, ami visszaszámol karácsonyig. Nem áll. Ezt akarom, ezt az applikációt. Ezt letöltöm magam. Hogy lássam, hogy mennyi a karácsony. Küld el, hogy mi az applikáció. Köszi. Már vettem apukámnak egy szép tollat karácsonyra. Figyelj, elindult az őrület. Elindult az őrület. Tehát mi történik? Igaza van a kereskedőknek. Ugye hogy mi volt előbb, hogy ők kiállítják és generálják az őrületet, vagy van egy őrület, és ők azt mondják, hogy szolgáljuk ki jó, az őrületet. Az ajándék az oké, mert meglátsz valamit, mit én márciusban tudod, hogy jó lesz karácsonyra. Lehet, hogy akkorra már nem lesz. Azt adom, azt vedd meg, de a fát, meg a talpat, meg a díszt, azt ne! Ott volt a bolhapiacon, kihagyhatatlan ajánlat. Frekvenciát vettem nektek karácsonyra, de ez meglepő. Nagyon szépen köszönjük. Aláírás titkos, pedig lenne ötlet. Bali neves ki, de pont tegnap vettem meg Karira az asztalterítőt. Ugye, hogy azért, ugye, és általában nők, szóval nézd meg a nőknél. Tehát a fészekrakó ösztön, nem véletlen látsz, hogy kikába még az ikába, hogy terhes nőket kovályogni. Semmi nincs, egy hormonális változásnak köszönhetően bemennek 8-kor és kijönnek sötétedéskor. Tehát semmi, fészekrakó ösztön elindul. Észrevettétek? Kika a nők 80%-a terhes. Ilyenkor. Mindent meg akar venni, mindent meg fog gyűjtögetni. Ez abszolút, ez hormonális kérdés. Faszin összeállítás, hogy megterveztem. Apukámnak is megvettem, anyának is az ajándékot. Azt írja valaki, most volt akciós. Jani, valahova fejlődnöd egyébként. Most volt akciós. Megvettem a páromnak a kari ajándékot. Nagyon gáz, írja egy hallgató. Nem, senkit nem akarunk, nem most nem bántunk benne. Nincs ezzel gond. Június óta a szekrényben van a gyereknek a karácsonyi ajándék. Zoli küldte nekünk. És ha kinövi, vagy már akkor nem fogja érdekelni, vagy... Lehet, hogy zsírkétet kapott. Azt mondjuk mindig jó. Figyelj, ez nagyon durva. Ez nagyon durva. A TV2 olyan leporolta már a tavalyi Sasazért isnek az adás kazettáját?
Ne bánsz a TV2-ben, ebből a szempontból többet költenek karácsonyra, meg szilveszterre, mint az, mint az RTL. Beúzzák ugyanazt az ittszert. De most mi bajod a fűre lépni ihossal? Jó, ugyanez. Ugyanez, igen. Tehát az RTL nem költ, egyébként ők tényleg a TV2 tényleg többet költ a karácsonyra. Most nem a karácsony, nem biztos filmek, de a szilveszterre biztos. Mondhatom volna a reszkesetek betörők 1-2-3-at, meg a Denis és Kamiszt is, mert hogy valószínűleg azzal lesz megfejelve, ha hármas pak. De az nem a TV2, az az RTL. Azért mondom, hogy a TV2, vagy az RTL-nek is tudnám mondani. Azt akarják. Tudod, milyen nézettsége volt most is? Tudod, milyen nézettsége volt? Megmutatom neked, nekem megvan a decemberi nézettség. Leültek az emberek megnézni a reszkesetek betörőket. De nincs karácsony Kevin nélkül, te is. Az a TV2 meg a szilveszterre költött. Kasza volt, meg egy csomó műsor, tehát egy saját gyártású műsor. Azt az RTL engedte. Legalább valami jó is volt benne. A kasza? Nem volt rossz. Januárban megvettem a karácsony ajándékot, akkor a legolcsóbb, így egy másik hallgató. Megvettem a beiglit, hát nem gondoltam már. Hát az lehet, hogy addig azt még megeszed. Atya, úristen. Feláll? Hát... Fagyasztott beiglit karácsonyra? Kérlek, ne! Ez szóval, hogy ezért nagy, ez nagyon beteg. A fát is most megveszed. Nekem mondjad, nagyon kereskedelem. Mikor jönnek az első beiglik? Azért azok túl hamar nem jöhetnek, nem? Bár november közepén már ott van, hát eláll. Hát az egy hónappal előtte már le lehet gyártani, nem lesz ezen semmi gond. Le van fúpakozva, aztán eláll. De mi a jövőjére sütetünk frisset. Jó. Jó? Jó, meg lehet, csak úgy csináljuk, hogy van friss beigli. Most beszéljük meg. Hát diósat, diósat kérek, diós. Négy diós. Hát akkor már más. Ja, mákos. Meg két mákos. Jó, diós, mákos, meg legyen gesztenyés is, jó? Már az csak frissen jó. Jó, de vékony tésztával. Jó, vékony tésztával. Sok töltelékkel. Ja. Én azt kérem a Jézuskától, hogy velünk maradjatok. Remélem teljesíti, puszi be úgy. Teljes vagy. Tehát azért lélekben. Jézuska se tud mindent teljesíteni. De vannak dolgok, amiket vannak dolgok, amik nem biztos, hogy működőképesek. Na jó van, akkor jövétel karácsonyozunk. Viszont most megmutatjuk, mi a beugró árvas ugrása. Figyeljetek! Már ula, úristen, viszont az utolsót hogy szeretem? Az valamiért az, én szeretem azt a dalt. Mutasd, melyik volt? Nem ez. Ez? Nem tudom, az jó hangulat, van. Na, drága hallgatók, írjátok meg, mit hallottunk, jó? Kettő darab dalcím, kettő darab előadó. Ezt várjuk. Bármelyiket küldhetitek. Ha játszanátok hármasugrás, persze, ha nem, akkor nyilván ne küldjetek. Mérnek, hol mérnek? Úristen, mennyi karácsony SMS. Mérnek Lövön, Sopron irányában Füli küldte nekünk. Vettem egy grillezőt a férjemnek. A gyerek az apja előtt megkérdezte, megmondhatom, hogy vettünk egy grillezőt? Nyár elején megvettem a karácsony ajándékomat. Atya úristen. Ja, de ne jó ez humor. Már nyár elején megvettem a karácsonyi ajándékomat, 103.3, Vajna FM. Hát, ki tudja. Úristen, én megtaláltam a tavaly eldugott ajándékot, akkor lesz ez idén is, ezt pedig István küldte nekünk, ez is jó megoldás. Na jó, van, egy picit hírezünk, jó, aztán jövünk, és egy olyan robattal jövünk, ami nagyon régen volt. Szerintem egy hónapja nem, vagy nem is tudom, hogy mikor utoljára. Pont egy hónapja. Péntekenként van egy ilyen interaktív rovatunk, amikor 20 percig ott üljétek a tartalom, ami azt jelenti, hogy kérdezhetek bármit, ami benneteket érdekel, velünk kapcsolatos, a műsorral, közéleti dolgokkal, színház, film, bármi, és néhány olyan dolog, amihez valójában is hozzá tudunk szólni. Úgyhogy jöhetnek a kérdések, mert a péntek utolsó 20 perc az az őszinte kérdések, és ahogy Jani szokta mondani, a majdnem őszinte válaszok órája. Így van. Úgyhogy, ha szeretnétek bármit megkérdezni, akkor tessék most elküldeni az SMS-eket, de nem 9:30-kor, reklamálva, hogy aztán nem hogy válaszolunk, miért nem mondtátok, hogy... hanem most, mert akkor tudunk válaszolni. Jó? Ákos hírei után ezzel folytatjuk. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. És hát péntek van, ez valahogy mindig egy kicsit jobb, nem? Igen. A hétfő az olyan végeláthatatlanul hétfő, kicsit nyomasztó, egyszerre hosszú, egyszerre reménytelen és kilátástalan. A péntekben pedig tulajdonképpen mindegy, hogy mit tartalmaz a hétvégét, jót, rosszat, vagy semmit, vagy még nem tudod, mégis van valamiféle remény, mint amikor a tavasz...
tavaszban kinyílnak az első virágok, megjelennek a hóvirágok, és azt gondolod, hogy van értelme, mert nem sokára jó időre. Ilyen a péntek, nem? Hogy írjam a következő könyvednek én az előszavát, a megtiszteltetés lenne a részem. De most, de tényleg komolyan. Nagyszerű gondolatok, mélyen szántó. Jaj. Miket írnál bele? Tomi lesz hogy? Az új könyv. Ilyen pátoszokkal teli. Nagy Tomi lesz az új könyv. Nem kapok 100%-ot, úgyhogy rövid leszek, én fog kezdeni. Utam a csúcsa, ez lesz a cím, csak mondom. Igen. Csak a legnagyobbok után szabad. Az lesz, hogy Balázs 40. Igen. De csak otthon bonthatod ki. Uh-huh. Tehát olyan lesz, mint amikor megveszel valamit, amit nem tudom, de otthon kibont. Elolvashatod az egészet, a hátulját, az ajánlat. Balázs 40 zárójelbe, 16, Viki. Balázs 40. Igen. Leírom majd, hogy meg, nem tudom, vedd meg, és komolyan. Ha az, amit kibontod, és 40 darab kép lesz benne róla. Nagy, ez jó. Nagyon jó. Óriási, de csak otthon bontatod ki. Tehát, de lesz fóliázva. Nem nézhetsz bele. Balázs 40. Na? Kassa lenne, nem? Hát szerintem imád. Felháborodott. Könyvégetés már nagyon régen volt, de most megtörténne újra. Felháborodott olvasók, akik megvették a könyvet. Nem mondd, hogy nem rossz ötlet. De. Balázs 40, hazudtam én? Nem rossz. 40 darab kép rólam. Tökéletes. Hazudtam, nem hazudtam. Azt mondom, Balázs 40. Tökéletes. Ennyi. Jövőre. Jövőre veszek 40, ez a könyv. Nekem szimpatikus. És csak olyan fotók, amiket már egyébként láthatták különböző újságokban. Semmi exkluzitás. Zero exkluzitás. Ilyen nagyon rossz abszolút minőségű, van, ilyen nagyon dropoutos, nagyon pixeles, ilyen belenagyított újságokból kiollózott, ilyen irgalmat lesz. Nem, újságból mobillal kifotózott. Igen. Egy Smena 8M-mel kifotózott kép. Igen. Na, mi van? Semmi, elgondolkoztam csak. Hogy miért szólt az Ádám, hogy be kell menni adás után? Nem. Azt tudom. Azon nem gondolkozik. Megint, amiket mondtál adásban. Ami. Ja, persze, nyilván. Nekem kell kukoricára térdepelnem. Leszereted? Egyébként igen. Nem, nézem már a kérdéseket, hogy mit futottak be. Na, oké, kezdjük el akkor, ugye kérdés-válasz rovatunkhoz érkeztünk, péntek van, régen volt, úgyhogy záporozhatnak a kérdések hozzánk rólunk, de ne csak rólunk, sőt, annak örülünk, ha nem csak rólunk, hasznos életvezetési tanácsok, filmek, mozi, színház, hobbi, kertészkedés, grillezés. Sőt, örülünk neki, hogy a kifejezetten komoly kérdések jönnek. Jani, voksánvirág vagy Bódi Szilvi? Így van. A régi voksánvirág, tehát az eredeti, az echte. Illetve, és egy kicsit bódiszívű. És bódiszívű meg bármikor. Bármilyen igen formátumban. Bár egy picit maszkulin, de hát. Szeretem, ha basáskodnak rajta. Hagyod magad? Persze. Hagyod magad legyőzni? Hát, persze, de hát nyilván ez csak ez egy ilyen teoretikus, ilyen kis ez a Szilvi nagyvad, tehát az. Hagyhatod magad elejteni. Szóval ő nagyvad, hagyhatod, hogy befogjon. Érdemes, igen. Na, azt mondja, hogy oké, nézzük, akkor srácok, ti mit ismert emberek, nem féltek attól, hogy a gyerekeitek egyszer ezt az ismertséget kihasználva szeretnének megélni, és ezért celebeké válnak, és olyan aljaműsorokban szerepelnek, amelyikben is soha. Kérdez egy hallgató, hát ez jó, inkább keres. Reménykedünk benne, hogy nem így lesz, mert megpróbáljuk szerintem mindannyian pontosan elválasztani a gyerekeinket attól, amik mi vagyunk. Tehát tudják, és a por nyilván, és homuk vagyunk. Így van, vagy muk, és akkor ha ezt nem ők, akkor érted. Igen, vannak közszereplők, celebek, akik nagyon tolják a saját gyerekeiket, és mindenhol mutogatják, fotóztatják, üzletet csinálnak a gyereknevelésből. De valahogy szerintem ezt mi nem követjük. Nem azért, mert ez a rosszabb vagy az a jobb, senkit nem ítélünk el, mindenki úgy csinálja, hogy akarja. Egyszerűen elzárjuk ettől a gyerekeket, és nem nagyon érzik szerintem ezt a fajta hírességet. Sőt, én mikor én vagyok. Nem ítélem el, de szerintem szánalmas, hogyha valaki gyerekeivel hallgatja. Teljesen korrekt. Én mostanában olyan finoman próbálok fogalmazni, hogy ne lépjek senki, senkit gyúk személy, senki ne bántsak meg, meg semmit nem mondjak, mert már komolyan mondom, hogy is ezer évig a pokolba leszek az összes beszólásomért. De akkor te megérkezel, és ezt szeretem, hogy kihúzol a bajból. Bízni. Amikor megpróbálok jót mondani, vagy legalábbis nem rosszat. Én te bejössz jobbról. Nem féltem a gyerekemet, mert Londonban nem ismer senki. Igen, nem. Szóval ők, figyelj, ha ő úgy dönt majd felnőtt korában, hogy akarja, hajrá. De amíg 4-5-6 éves gyerekeket fotóztatnak, mutatják meg minden más sztoriban, hotban, meg bestben, úgy, hogy egyébként a gyereket utána nem mond, hogy azért neki ez hosszú távon azért jó, mert vissza nem jó. Fog köszönni, tehát ez meg fogják is, meg a legolcsóbb. Te vagy a legolcsóbb kisgyerek, kiskutya, szőke, nagy medve. Tehát mi van? Tulajdonképpen a gyereken keresztül futtatod saját magad, nem? Szóval, hogy ez egy önpromó, valljuk meg őszintén, amivének áldozatává válik a gyerek.
magad iránt egy olyan dologgal, ami halálosan természetes. Persze, tehát hogy egy kisgyerek mindenkiből alapvetően pozitív érzelmeket vált ki. És hogyha a legutálatosabb ember vagy a médiában, a legellenszenvesebb is, hogyha ha meglátják az arcodat egy kedves, helyes, cuki gyerekarc mellett, abban a pillanatban elkezdenek egy picit elfelejteni neked mindent, amiért korábban téged gyűlöltek. És akkor de nem ezzel kell. Tehát, hogy ez nagyon olcsó. Tényleg. Persze, nyilván van, aki büszkeségből csinálja, és én azt megértem. Tehát, hogy büszke a gyerekére, szereti mutogatni. Nem úgy értem, hanem, hogy jól esik neki, mondjuk, ha újságban ott vannak a gyerekei. Mi visszatérve ettől mi nem félünk. Szóval, hogy keveset mutogatjuk. Én mondjuk tegnap föltöltöttem egy képet hátulról a Beniről, hogy megyünk az iskolába, de se Bezbe, se Sztoriba nem vagyunk, nem mutogatom, sőt, még próbáljuk minden ilyen rendezvényről leválasztani magunkat, és nem megyünk. Plusz adás ügy miatt. Igen, ezt nem de csak hátulról nem akarom mutogatni sehol. Nem szabad elfelejteni, hogy ugye egy témához kapcsolódtak azok a képek alapvetően. Egy darab volt és hátulról, tehát nem, én sem nem csinálom, de mindenki úgy csinálja, hogy szeretné. Szóval visszatérve egyébként nem, ettől szerintem nem félünk, ha a gyereknek a lételeme az, hogy már ott legyen, és a szülővel ezt megél, nyilván nagyobb a veszély, de így ebben a formában szerintem nem kell ettől félni. Így van, megeljön az a kor, amikor annyira ciki lesz nekem, amit mit csinálunk, hogy nem akar erre szerintem is. Én is inkább ezt gondolom, hogy az utánunk jövő generációnak már tök más jelent a tévé. Tehát én észreveszem már a fiatalokon, hogy van egy bizonyos korosztály, akik már effektíve nem tévéznek. Szóval, hogy YouTube csatornát néznek, Facebookoznak, közösségi oldal, válogatott tartalom, előállított saját tartalom, nem tévéznek már. Annak tehát az, amit te csinálsz, sztárjai azért. Megvannak a saját sztárok, és hogy 12-13 évesen már van olyan gyerek, akinek azt mondja, Balázs, és azt mondja, hogy de fogalma nincs, és tök jó, mert hogy közben neki már van egy vloggere, meg egy YouTube sztárja. Szóval öregszik a tévé velünk együtt, nem, a fiatalabb generáció már nem tévézik. Meg az összehasonlítástól szerintem mentse meg őket a jó Isten, hogy apád milyen volt a tévéműsorban, Benikém, te meg... Ó, ne, én mindent megteszek majd, hogy erre az útra nem. Jó, mondjuk a Balázs út azt ismételni fogják még 2008-ban hát is. Hát azért. Érted. Vicces. Balázs Show. Az örökérvényű. Az egész más történet. Te vagy a magyar kereskedelmi televíziózás szovadoktora. Majd leszel. Ilyen, bejött egyszer egy srác. Balázs Uci az volt, hogy baj van a párkapcsolatommal, most elmondom, hogy mit tudod. Bejött egy srác, és mondta, hogy szeretem valamit elmondani a barátnőnek, és mondtam, hogy természetesen, hát mondd el, hogy akkor mit szeretnél. És nagyon zavarba volt, hogy hogy mondja el, és mondtam, hogy Gábor, ne viccelj, akkor mondd el egyértelműen, hogy mit szeretnél, mert ebből nem érti. Hiányzik az anál meg az orál. Hát, nem mondom, nem erre gondoltam, hanem hogy úgy mondd el, hogy neked így. Értem, akkor mondd el újra, Gábor. Ilyenzik az anál meg az orrát. Jó, mondom. Jó, meg is vagyok. Akkor ezt nem hallottessék. Jó, látom, sietsz, nem zizél. Akkor ezt most hagyjuk a felmenőben. Na, Feri, hogy halad a szexterápiát békában? Tényleg ez elindult, mert akkor viszont ezt emeljük be műsorba, hogy akkor hány napnál tart, az mi volt, akkor indítsuk el hivatalosan, mert nem indítottuk el. Nem indítottuk el, még én sem mertem megtenni a szükséges lépéseket. Mondom őszintén, hogy már pedzegettem a békának, hogy emeljük a szintet, ugye arról van szó, hogy egy pár így mentette meg a pár kapcsolatát, nálunk nincs megmentésről szó, csak az volt, hogy ők minden napra beiktatták a szexet, ez volt egy angol párnak a sztoria, és én azt kérdeztem tőletek, hogy hogy mondja ezt az ember a párjának, hogy mi legyen. Hogy akarjuk a napi történetet, én azt gondolom ma este akkor belekezdünk. Jó, de akkor hivatalosan, és nem ér kamuzni, nem, ha fel kell vállalni a hatodik nap után valaki elaludt, vagy nem ment, vagy nyűg volt, tehát ameddig jutok, jó. De akkor jó. Nézzük meg, hogy valójában működik-e ez a fajta terápia. Jó, de akkor indítsuk el hivatalosan. De direktbe, vagy így virágnyelven majd jelzed neki, öntözném a kalahárit, vagy valami szoktunk virágnyelvezni. Öntözném a kalahárit, ferszik, újra begyújtanék a kemencébe. Meglátogatnám a búbos kemencét. Jólnám a tüzet. Jó, a hétvége akkor arra megy el, hogy ezt szépen beadagolom, hétfőn erről beszámolok. Ha van rá igény otthon, akkor pedig hétfő estétől indítjuk. Imádnám, ha nem lenne. Azt hőfittem arra, hogy azt mondta, hogy nem volt elég a két gyerekben. Tök jó, hogy megy egy hétig, vagy öt napig, vagy akár tíz napig. Nézzük meg valójában meddig. Jó, tehát hétfőn megmondom, hogy benne van-e, ha benne van, akkor pedig napról napra jön a beszámoló. Igen, jó. Kíváncsi vagyok. Jó, ha benne van, akkor hétfőn indítsatok. Akkor ne indítsatok a hétfőn. Sonkáidat bárulok. Húzogat a kolbászról a bőrt. Tényleg kíváncsiak, indítsuk el. Hogy áll Jani motoros projektje? Sehogy, mert még hát ugye marha drága a motor, tehát hogy én azt mondtam, hogy picit meglepődtem. Picit meglepődtem. De nagyon bíztam benne, hogy van capcara, meg a Feri ígért is egy kis capcarát innen a szélszről, de aztán az nem nagyon jött össze ez a dolog. Én arról nem tettem le. Tehát, hogy mindenképpen leszeretném tenni rá
rá jogsít, mert egyébként ugye a közvélekedéssel ellentétben nagyon sokan megírták, és mindig vannak olyanok, akik egy picit okosabbnak hiszik magukat nálam, de hogy ez így is van egyébként túlnyom rész, de ebben az esetben nem, mert hogy 300 watt felett kell jogosítvány az elektronos. Aha. Hát akkor kezdjük azzal a projektet. És nem elektromos biciklit akarok, nem elektromos rollert akarok, hanem egy robogót, egy motort, egy elektromos meghajtású robogót, ami 300 wattnál többet tud. És erre meg jogsi kell. Hát akkor kezdjük el a jogsival. Hétfőn keresünk egy iskolát neked, tessék, és járd végig, és közben a motor megalakul. De a jogsit azt csináld meg akkor, nem? Hát ha kell hozzá. Jó, de akkor az olyan lenne, mint Balázs bölcsész diplomája. Érted? Soha semmire nem használtam. Viszont olcsó volt. Viszont kb. Ugyanannyiba kell. Kaptam két gyertyatartót, egy régi étkészletet, meg egy bölcsész diplomát. Azra meg kellett vennem. Nem hagyhattam ott a piacon. Azt mondja, hogy ha tehetnétek, kipróbálnátok egymás életét, ki a legszívesebben, kérdezi Gyuri. Hát... én erre tudok válaszolni, nem annyira mások vagyunk, hogy igazából szerintem a ti életetek engem baromira untatna, úgyhogy... biztos még nem tudnánk ezzel a nagy csillogással mit kezdeni. Ti meg egyszerűen nem értenétek az én életemet, úgyhogy szerintem erre a válasz egyértelmű nem. Meg az a biztos fura hangzik, meg így nehéz elhinni, vagy elfogadni, de én például, én tökéletesen elégedett vagyok a saját életemmel. Tehát, hogy én kívülről látva nehezen hiszem, de aztán látom rajta, hogy őszintén mondod. Nincsen. Valószínűleg nem cserélnénk, nem? Tényleg mindenki jól érzi magát. Egy hétre lehet, hogy lennék Feri, vagy lennék Jani, de sikítva menekülnék az életetekből. Tehát, hogy valószínűleg nem tudnám azt élni, meg ti sem. Tehát, hogy nagyon mások vagyunk alapjában, tényleg. Nagyon mások. Nem? Igen. Meg én ilyen makanyos alkat vagyok, inkább magamnak való. Tehát, hogy én nem, valahogy én azt a nyüzsgés például nem tudnám megszokni, hogy kisbe járkálnak a házamban a szerelők éjjel-nappal, mint Balázsi. Tehát, hogy én jobban szeretem egy családi ezt, ház az olyan, mint egy humanoid, egy állat, egy érted, szóval, hogy ott minden nap elromlik valami, ott minden nap szerelők jönnek, ott mindig történik valami. Tehát, ez lüktet az a ház, érted? Egy él, egy organizmus. Beszélnék a tervezővel. Megtalálnám egy sötét sikátorba, hogy évház, a rohadjál. És porolták ki belőle ezt. 10 éve szívok ezzel a szemétházat. Igen, a kísérletén olajok a családommal együtt. Jó, látom, mindannyian. Akik rá is hoztátok ezt a szart. Egyszer megtalálok. Azt mondja, hogy... mikor lesz az őszi kitelepülési tornétok, nagyon szeretnék elmenni, ezért a munkabeosztást úgy intéznénk. Köszi a választ. Mondjuk a dátumot már is. És hány hónapig bemhes egy teve? Ja. Ti vagytok a legjobban, kérdezi Imi. Van őszi turnénk. 26-án pontos. Indulunk. Szeptember 26-án jött! Az utolsó! A búcsú turné! Integetünk nagyokat. Tényleg így van, ez előreláthatóan úgy néz ki, hát nem akarunk semmit elkiabálni, mert a jó Isten még közbeszólhat, de valószínűleg tényleg az utolsó országjárásunk, legalábbis így ebben a formában minden esetre, úgyhogy nagy ünnepséget szervezünk, egy csomó ajándékkal, nyereménnyel, nagy dolgokkal. Bizony. Szerintem még nem mondhatok semmit, csit, nehogy baj legyen, ne szóld el magad, Bali, vigyázz! Fogd a jökát, ne beszélj! De tényleg jó lesz, és mondjuk majd a helyszíneket is, szeptember utolsó hetében elindulunk. Nem lesz sírás, nem lesz tömeghergelés, nem lesz dudálás, semmilyen, egyszerűen csak megyünk és jó, megbőgetünk mindenkit. Szóval, igen. Hát lesz. Röhögünk majd a saját kínokat. Az mindig jó, az mindig jó. Az a legjobb. Mint így a Titanic hegedűsei. Ott állunk az utolsó pillanatban. Mert ha másért röhögünk, akkor abban nem jövünk ki jól. Így van. De magunkkal röhögni, az mindig szorogsz. Akkor röhögünk, amit akarunk. Úgyhogy lesz turné, készülünk, és már a mi kis drága sales osztályunk, ahol kitűnő emberek dolgoznak, és a legprofibbak az országban. Csodálatos emberek. Csodálatos dolgokat hajtott fel nekünk. Úgyhogy neked még mocit csak mondom. Ja, ő akkor nem annyira, de mindenképpen megemlíteném az új vezérigazgatónk. Igen, Balázs, mikor lesz valami komoly téma, tudattalattival kapcsolatos dolgok, meg olyat, amit Feri és Eni nem ért. Nézzétek, aha, nekem volt pár kísérletem, de láttam, de hogy ez nem megy át, úgyhogy nagyon nehezen tudok ilyet beemelni. De a új könyvében, ami már ma is szóba került, mindenképpen lesznek ilyen témák. Így van, Balázs 40. Azt mondja, hogy jön-e még hozzátok Biogabi, nagyon örülnék, ha lenne, kérdezi egy hallgató, esély van rá, tárgyalunk, jelen pillanatban ez inkább egy túsztárgyalás, mert hogy túlszulejtették őt a Békés Csabai húsipari dolgozók, nem akarják elengedni, egy hónapja ott van, lehet, hogy lesz még Biogabi valamilyen megújított formában, ő már mindent elmondott erről. De dolgozunk majd még vele. Most mi a kedvenc filmetek, zenétek, könyvetek? Puszi Timi, hát ha november után is hallunk meneteket, ezt remélem. Mi van, zene, könyv? Zene, könyv, film. Hát, atya Isten. A legutóbbi Death Angel album. Death Angel album, igen. Még mindig a tüskevár. De filmben. Tényleg? Én nagyon szerettem. Á, gyerekek, hát az még fekete-fehérben, érted? Aj, de gyönyörű volt. Tutajossal. Könyv a Metallica farkasa.
Hetfield életrajz. A Metallica farkasa. Én most egy nagyon vastag könyvet olvasok, és nagyon meg is ijedtem tőle, amikor megvettem, és rájöttem, hogy nincsenek benne képek. Aranyoldalak? Szaknépsor. Basszus, nem érek a végére. Nem, a Spirónak a Fogság című könyvét kezdtem el olvasni. Hát, nagyon sűrű. Nem egyszerű? Igen, nagyon sűrű. Krisztus korában játszódik, baromira érdekel az a kor, és egy zsidó fiúról szól, Uriról, aki ugye hát elindul tulajdonképpen Jeruzsálembe, és az akkori kort szerintem jelen pillanatban Spirónál senki nem ismeri jobban, hihetetlen részletgazdagon írja le, hogy milyen lehetett a római birodalom, a zsidóság Krisztus korában. Rettenetesen érdekes, minden oldalon annyi információ van, hogy megőrülsz, de nagyon jó és nagyon tartalmas. Most nehéz olvasmány, de minden nap el tudok belőle olvasni egy fél oldalt. A Viki úgy talál rám, hogy ilyen mellkasi légzési problémáim vannak, ahogy a könyv így nyomagyom, mikor elalszom a gyerek mellett, de kiszámoltam, hogy jó, 800 oldal, ha minden nap elolvasok belőle egy fél oldalt, akkor tulajdonképpen egy 1600 nap alatt én meg is leszek. Átszámítva egyébként a 365 nappal számolunk, viszonylag hasonlóan érek a végén. De nagyon jó. Fú, nagyon jó. Módszer. És hát vagy Spiro tud nagyon sokat arról a korszakról, vagy te nagyon keveset, és ezért nyűgöz le. Köszönöm, hogy ezzel is megbántasz, de nagyon cuki, egy rövidlátó kis fiú. És Krisztus megfeszítésének századában született, elvileg találkozik vele is, de erre majd csak később jössz rá, hogy vele találkozott. Szóval nagyon, nagyon klassz kis könyv. Érdemes belevágni, csak nagy falat. Hát persze, az meg nekünk nem való, mint tudjuk. Ja, nem! Még vártam a végére. De hát mit beszélek nektek erről, ugye? Hát mit tudtok ti? Mit tudtok ti? Mit tudtok ti a szép irodalomról? Persze, hogyan bontsunk tökéletesen sertést? Nyilván ez van a filézés technikái, és a nem tudom, a tönkőbúza, nem tudom, nevelése otthon című könyveket olvassátok, hát nagyon nem tudtok ezzel hozzászólni. Szóval ez, zenében nekem most nincs akkor a kedvenc, rettenetesen rosszul vagyok a mai nagyon egy csíkú zenétől, viszont azt láttam, hallottam, hogy Vénusz Zsuzsa kijött egy új dallal, és nekem baromira tetszik, úgyhogy hallgassátok meg. Na, most itt telefonok állnál. Ne, én nagyon kedvelem őt, meg szerintem egy halálosan szimpi csaj, és végre hosszú-hosszú évek után új dallal jött ki, és szerintem jó a dal, és én drukkolok neki, meg kedvelem őket. Az ő formációját, így van. Varga Zsuzsáról van szó, egyébként nagyon cuki. Azt mondja, hogy hát, nagy, ó, gyerekek, nagyon rengeteg kérdés. Fás Zsüli és Fási Zsülike rokonok? Kérdezi valaki. Így van. Ők abszolút. Ugye? A mi Zsülünk, Fási Zsülike. Abszolút nem. Segítsetek. De örülne egy hétvégének a Hotel Silverben ingyen természetesen Zsül is, a mi Zsülünk. Ahhoz kéne tudni szépen énekelni. Igen, mit gondoltok a videójátékokról? A gyerekem kezd rákattani, és nem tudom lebeszélni róla. Segítsetek egy picit, hogy lehetek hatásos. Elzárni. Sehol. Nagyon kemény legyél vele. Mert nincs megállás. Nincs, tehát azt mondod, hogy oké, negyed óra, akkor az biztos, hogy 20 perc lesz. Elkezdesz szólni, hogy figyelj, túlmentél, de anya miért csinálod ezt, vagy apa miért csinálod ezt. Nincs megállás. Nagyon keményen kell fogni, de tényleg. Igen, és találj más. Azt szerintem az egy nagyon-nagyon rossz álláspont, meg egy nagyon rossz pedagógia, hogyha eltiltott tőle teljesen. Nem. Azt kell csinálni, hogy egy serpenyő, a másik serpenyő mindig kell lenni valaminek. Tehát enged, hogy videójátékozzon, viszont húzzál meg egy határt, legyen az, mit tudom én, délután 5 óra, vagy mit tudom én, hogy hétköznap nem, mert akkor iskola van, stb. De akkor hétvégén lehet. Tehát, hogy mindenképpen adjál valamit, ne csak elvegyél tőle, mert akkor és alternatívát is érzi meg nagyon rosszul. Igen. Tehát, hogy akkor menjetek együtt csináltok pontosan olyan ezt dolgot. Mondom, csak én nem használtam idegen szó. Aha. Most már kezdem érteni. De miért az együtt, az mióta idegen? Nem alternatív. De ne bánts, mert most jó helyen volt. Persze. Jót használt jókor. Egyébként jó volt. Fáját. Igen, bedurantotta, és most be is talált. Végre bejött. A kvázi. Javasolom. Én rettegek ettől, és nem is engedem. Nem, és nem is tartok otthon semmit. Egészen kiskorban lehet ezt elkövetni, hogy se PlayStation, se semmi, sem. Tehát, hogy abszolút semmit. Akkor szerintem elkerülhető. Nincs. Azt csak úgy tudod meg. Ott már nincs szabályozás, hogy ennyit vagy annyit. Az beszippant addiktív, arra rákattam vége. Héttel elég, hogy 400 négyzetméteren nézi az arcodét. Mikor 400 négyzetméteren? Ja, igen, nagyon csak egy kis csomáról beszéltem. Te se voltál nálunk. Megint a tarot. Feri újra dohányzik, láttam Velencén, így van. Hát sajnos, beszéltünk róla. Megcsúsztunk. Bizony, dohányzik, zavar és paráználkodni. Szeretne vagy hétfőtől megint. Nem, a paráznak most megvan, csak nem annyi. Jó reggelt, nevetett. Jó reggelt, nevetett, mesterek, arra lenni kíváncsi, hogy szerintetek mennyire lehetne jó megoldás a Dunán egy gyalogos kerékpárhidat építeni. Rengeteg európai nagyváros van már. Ilyen nálunk Pesten sajnos még nincs, hatalmas igény lenne rá, Tomika. Van erre készült
terv is. Hát bebizonyosodott, hogy a Szabadsághíd renoválásánál az emberek lüktetve, pulzálva vették át a hidat, és birtokolták. És hihetetlen élet volt egyébként. Dzsemborik voltak, ültek, zenét hallgattak, olvastak, sétáltak. Szóval, ahogy szokták mondani, igény volna rá, baromi jó lenne egy ilyen híd. Akár úgy is, hogy átalakítanák az egyiket, vagy építenének, szenzációs lenne. Hát az átalakítás azért nem jó, mert így is kevés az a híd, amin át tudsz menni kocsival. Tehát, hogy elzárni nem kéne, de újat építeni, akár valami melyik mellé is, egy ilyen kétszer-kétsávos bringautat, mellé egy kis ilyen gyalogossal, az nagyon jó lenne. Nagyon-nagyon klassz lenne, és nagyon jó tenne a fővárosnak, igen. Szerintem szükség van rá, és a gyalogos bringás legalább annyira fontos, mint az autós, úgyhogy. Így van. Úgyhogy klassz lenne. Meg a vidéki települések már úgyis nagyon jönnek fel, például Felcsú. Tehát, hogy Budapesten is szükség lenne szerintem valami újításra. Igen, igen. Sokan kérdezik tőlem, miért vagyok annyira oda a műsorotokért. Most jöttem rá múlt héten azért, mert annyiféle érzelmet tudtok kiváltani belőlem. Sírok, nevetek, mérgelődök, izgulok. Ugyanúgy, mint a családomban lennék. Tehát a családom is ti vagytok, de helyesek vagytok. Igen, ez jó hát, tulajdonképpen ez a jó rádiózás titka. Hogy egy érzelmi hullámvasútra teszed a hallgatót, amit kiváltasz belőle, ezért ennyire addiktív egy jó rádióműsor, és tudja ugyanazt, mint egy tévéműsor, hogy megkapod azokat az érzelmeket, amiket te átélsz a hétköznapokban, és ettől tud az ember rákattanni, és ettől tud ragaszkodni, és lojális hallgató lenni. Sír, nevet, örül, boldog, izgul. 6. fejezet a Balázs 40-ben. Nem, ott csak képek lesznek. A 41-ben lesz ez. Na, jól van, hát... Zsuk kérdezi, még szeretjük-e a farkasokat? Én igen, gyorsan válaszolva. János, még találtál valamit, ami rád vonatkozik? Nem ehető, mit szeressünk vele. Nem tudja megérni. Nem, egy zenei kérdés volt, hogy szeretem a Dorotti nevű zenekart, ami egy ilyen kis post-punk csapat, tudomásom szerint, és csajok alkotják. Én nagyon szeretem a női zenekarokat, főleg, hogyha hitelesek. Ott általában ott szokott meg rezegni a léc, sőt, sok esetben le is esni, hogy nem hitelesek a lányok. Nem szeretem a keménykedő csajokat, a kemény csajokat, azokat viszont igen. Ha nem jönnétek vissza november után, melyik rádióadót ajánlanátok magatok helyett? Azért ez egyszerre tetszik, és ez a kérdés, egyszerre rosszul is esik egy kicsit. Jogos, srácok, hiányozni fogtok. Mit hallgassam? És egyébként valójában ez történik, nem? Hallod a... És akkor kapcsoljunk át egy másikra, ahogy egyébként a Truman Show-ban, amikor vége van, és ülnek az öreg nénik a tévé előtt, meg a kádban, rájössz, hogy vége van, sistergés, rájött ugye Truman, hogy átverés áldozata, ülnek még egy kicsit, nézik, puff, és átkapcsolnak, és a világ megy tovább. De legalább a néniknek ott volt a zülőfürdő, meg a hüvei irrigátor. Hát úgysem olvassátok be eddig egyetlen SMS-emet se, azért bírlak titeket. Na látod, ez is megváltozott. Na, az előző SMS-ről én azt válaszolnám, hogy soha többet semmit nem hallgatnék utánunk. De legyél ennyire részle. Igen, az archív anyagainkat. Az archív anyagainkat. Podcast. Hogy jelen pillanatban melyik műsort? Ez a kérdés, melyik reggeli műsort? Na, őszintén, hát én meghallgattam az összeset Szabi alatt. Nem ismerjük a többi. Én mindegyiket tudom kívülről. Én nem hallgattam mást, amíg Szabin voltunk. Tehát nem tudom, nekem nincs. Bennem van ez a fajta kíváncsiság. Hát én Áronékat. Áronékat ajánlom. Rock Rádió Áronékat? Igen. Na belőlük igen. Én még egy mondatot nem hallottam. Őket ismerem is, vagy ismerjük is őket, kedveljük is. Nekem a többiek túlságosan manírosak. És nem azért egyébként, mert annyira jónak tartanám őket, csak egyszerűen a kínálat, dobla kínálatban ismerek ők a legjobbak. Ők a legtermészetesebbek. A többiek nekem nagyon-nagyon mesterségesek, nagyon ilyen. Ilyen vagy ilyen formatrádiózást tolnak, vagy pedig teljesen ilyen őszintétlen, ilyen. Olyan, mint hogyha papírról olvasnák az összes dumát. Hát a helyi rádiókon kívül ugye vannak a Leviék, ja, a Petőfin. A paksiak, a paksisrácok. Igen, vannak a Gáborik a Musicon, vannak a slágeresek, a Hudák és a Happy, és van a Vajnaféle Rádió egy, ott ugye a Balog Esperes, aki egyedül van, hát az egy tök más rádiózás. Egyébként igény lehet arra is, mert annyi egyforma műsorban, ja. Hogyha jó a zene, kevés beszéd, akkor ez egy abszolút jó alternatíva. Hát én nem tudom, szerintem a leghallgatóbbak ezek közül mindig a Gáborék egyébként. Én csak a múltra emlékszem. Ízlés kérdése, de ott hallasz valamiféle kémiát, tehát az a műsor azért vitathatatlanul működik. Nekem a Hudákan itt a Happy belehallgattam, nekem az nem tűnt annyira viccesnek. A Petőfivel sok baj van, mármint a reggeli műsor, annak kell, hogy mindegyik embert külön-külön nagyon kedvenem. Ha? Tehát a Peller is halálos a jó arc, a Levi is, és ki a harmadik? Szakál Miki, de valahogy az még nem állt össze. Marian, hogyha át tudná ültetni szerintem a civil lényét a rádió műsorban, akkor szerintem nagyon jó lehetne. De a legtöbb esetben pont ez a probléma, hogy valami nem pont a civil élmény nem jön át, hanem ez a kimódolt ilyen mesterkő dolog. Hát a Gáborék azok meg...
Gábor, szerintem ő egyébként nem rosszak. Gábor, nem rosszak. Ha eddig nem szeretted meg, akkor már valószínűleg nem is fogod megszeretni. De hát én úgy vagyok, én is kedvelem őket, fel is kedvelem mindig a Tüskevárt, én is néha előveszem az egri csillagokat. Figyelj, a rádióhallgatás egyébként egy nagyon lojális dolog, sokkal lojálisabb, mint a tévé. Tehát ugye a tévénél ott van a kapcsoló, valamilyen műsor nem tetszik, elkapcsolsz. A rádió műsorban a műsorvezetők akkor végeznek jó munkát, ha családtaggá válnak. Tehát mi emlékszem, mennyit szenvedtünk azzal, hogy az ország háromnegyed része, amikor mi elkezdtünk rádiózni, az beült a kocsiába, és a négyesen ott hagyta a Sláger rádiót, amit reggel ugyanúgy a négyesen kapcsol be a rádiót. Tehát nem is kell hozzányúlnod, nem is akarsz elkapcsolni, és nem is nagyon vagy kíváncsi másra. Az egy baromi nagy beló volt akkor, hogy tudjuk a bizonytalanokat és a Gáborik hallgatóit úgy átvenni, hogy megforduljon a hallgatottsági viszony. Hát mit filóztunk ezen? Ők meg aztán mennyi, tettek egy szívességet. Mennyi melónk volt benne, nyilván ők is segítettek, hogy talán elkövettek egy-két hibát, amit nem kellett volna, de mi is követtünk el nagyon sok hibát, és abból nagyon sokat tanultunk itt az évek alatt. De egy nagyon jó lojális hallgató a rádió hallgató. Szóval az egy nagy meló, hogy például valamelyik rádió megszűnik, akkor szétszélednek a hallgatók, és mindenki talál más. De egyébként hallgatókat elvenni egymástól baromi nehéz. Ez nagyon nehéz. Szerintem, hogyha valaki mondjuk így elég kreatív, meg nem nyugszik bele abba, hogy olyan, mint az összes többi rádióműsor, az mindenképpen követel hibákat. Tehát, hogy ha valaki elkezdi feszegedni a határait, és szerintem tök fontos, hogy feszegesd a határaidat, és mindig egy picit kijebtold, vagy mindig megnézd, hogy meddig tudsz elmenni, akkor óhatatlan, hogy időről időre átléped ezeket a határokat, és abból lesz a balhé. Azok nekünk is volt balhéink, hibáink, hülyeség, tehát hogy azért ebben mindenki belefut. Na jó, drágák vagytok, köszönjük szépen, jövő héten folytatjuk, rengeteg kérdés, nem tudunk mindent megválaszolni, de helyesek vagytok, köszönjük. Na és Fiala, na az a kemény, lassan 15 éve hallgatom veletek párhuzamosan. Mikkel Fejjan Csizik, mikor a reggel? Nagyon komolyan odamondásom. Én nagyon bírom a stílusát. Ha nem tetszik a telefonáló, egy fél mondat után úgy bont, vagy legalábbis amikor én belehallgattam. Szerintem tök más, és én engem szórakoztat, tud nagyon kemény lenni. Jó, én bírom a Fialát egyébként. Bírom. Az összes hibájával, a bűnével egyébként. Másik oldalán, nekem ő egy kicsit ilyen havas Fiala, nekem egy kutya, tehát hogy ők picit az is saját nagyságok áldozataival válnak időről időre. De bírom az öntörvényűségét. Szóval, hogy nem pöcsöl, nem udvariaskodik, bekérdez és megy tovább, erre addig nem hagy, amíg nem mondod azt, amit hallani akar. Egyébként vérprofi. Na jó, vérprofi, szereted, nem szereted, tessék? Hát, ha te mást mondanál, meg más a véleményed, akkor ő csak azért is érted, kitesz adásból. Mert azt szereti hallani, amit ő akar. Vagy ami tudja, hogy benned van, és ki fogod mondani. Inkább akkor így mondom. Kemény rádiós. Igen. Nekem is több összetűzésem volt vele, aztán egy jót dumáltunk egyszer egy budai cukrászdában, és azóta talán kicsit megkedvelt. Hogy legalábbis megkedvelt. Készített egyszer egy nagy interjút, és a végén azt mondta, hogy ő nem gondolta volna, és így már szinte megkedvelt, mondom, ne. Vigyázz az érzéseiddel, nehogy aztán ez. Én bírom, jó stílusú, hát meg kell szokni nyilván. Én azért bírom azokat az embereket, akik időről időre mondjuk azt mondják, hogy ha tényleg így van, hogy hülye vagyok, tévedtem. Tehát, hogy nem könnyű mindig azt kimondani, legyünk őszintén, mi se tudtuk mindig, basszus. Szóval azért az egy nagy önismeret, hogy az gyorsan ki tud mondani. Hát volt egy-két hibánk nekünk is, nem? Mikor egy ideig védekeztünk, és aztán mondtuk, hogy hülyék voltunk, tévedtünk. Szóval az nem mindig könnyű. Nem mindig könnyű kimondani. Na jó, játszunk egyet, jó? Mert aztán már nagyon lelkizünk. Itt van egy hallgatónk, hármas ugrás, játszunk már is. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Gyerekek, Szala annyira cuki, de nem, ennyire még nem rossz a helyzet. Gyerekek, én hallgatom majd a sistergést is. Tök cuki vagy, tényleg. De gyerekek, még sok idő van addig. Hát azt próbáljuk meg pozitívan eltölteni, de cuki vagy. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Dávid, hello Dávid, honnan hívtál minket? Bolyból? Autós boly? Milyen boly? Hangyaboly? Hangyaboly. Jó, nyilván. Baranya megye, ugye jól mondom? Igen. Mit csinálsz arra felé? Hát gépészkedem, dolgozom. Na! És mit csinálsz? Hát most stikálba telefonálok. Oké, de hogy mit gyártasz, arra gondolok? Tehát, hogy valamit csinálsz, valamit gyártasz, előállítasz, termelsz, készítesz? Hát termelünk kályhákat. Kályhákat? Ezeket gyártod, igen, ezeket a kályhákat? Nem én. Hát úgy mindenki. Együtt gyártod? Tehát egy kályha gyár akkor tulajdonképpen. Így van. Na, és milyen fatüzelésű, vagy milyen? Igen. Bocs, hogy ebben is otthon vagyok? Nekem picit olyan volt, mintha te telefonáltál volna be hozzá, hogy markobáltál. Igen, nem, én egy bevű vagyok most. Jó napot kívánok, árulnak önök fatüzelésű kályhákat? Így van, árul. És gyártunk is. Ez a kályhó, foszil is tűzolanyok, akkor nem. Van benne valami, emlékszel Vágó Istvánnal?
Emlékszem, hogy nem emlékeznék rá, hány, rajta fel. Hány embert vertek át azzal a rohadt redőnnyel? Igen, mohó voltál, kapzsi voltál, nem kell, ami előtte van? Akkor vidd el a morzsaporciót, te hülye kapzsi. Meg öntözheted annyi. Na figyelj, milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Oké, mehetünk? Menjünk. Egyedül játszol, vagy van segítséged, Dávid? Egyedül. Fiú? Melyik magyar mesefilm egyik betétdalában hangzik el, hogy kezünk sose dolgozott, kardot, lándzsát hordozott? De jó ez. De jó. Magyar ez. Mese. Magyar mese, kezünk sose dolgozott, kardot, lándzsát hordozott, mi vagyunk a rül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 
Nem a sisű? Jézus, de hülye vagyok. Úristen, gratulálat vagyok. Na, most nem a sisű volt. Ennyi. Tovább szép pénteket, jó hétvégét. Köszönjük a kérdéseket, János. Jó, bocsánat, előttem, de megadjuk. Igen, nem akartam, hogy ugye becsukódtak az ablakok, de ez nem akkor volt, amikor ők jöttek. Ezek a zsoldosok. A zsoldosok, amikor a sisű jött akkor. Lecsíptem az elejét, mert hogy mi vagyunk a zsoldosok, a kezünk sosem dolgozott kardot láncsot hordozott. Igen, sűsű. Oké, jó, elszóltam már, van ilyen. Na, jó, oké. Menjünk tovább? Tudtam. Persze. Jöjjön a válasz, vagy kíváncsi vagy a kérdésé? Hát, inkább a válasz. Így szól a második kérdés. Morning Show sapkáért. Hogy nevezték a Vármegyék első emberét a középkorban? Hú. Na. Nem hosszabb. Hosszabb? Aha, mindjárt. Így jó. Jézus, ne! Úristen, ez mi van? Mi az, hogy kígyó? Nem, ez jó volt. Hát, vicceltem. Ja, vicceltél? Ja, jó, akkor, oké, újra. Ja, kira, vicceltél. Oké, na, tehát? Vármegyék első emberét a középkorban. Hé, mondták, és utána mondtak valami. Mondták, hogy hé, ispán. Így van, hát tudtam, hogy erről beugrik. Hé, ispán. Jó. Mi legyen a harmadik kérdése? Szerintem jó vagy mennyire. Mennyire nehéz? Nagyon. Neked? Nem tudom. Attól függ, hogy jó vagy abban, hogy mi az első keresztneve. Ebben jó vagy? Abban jó. Hát akkor neki kell menni? Hát menjünk neki. Mi az első keresztneve? Vilmos Cambridge-i herceg és Katalin Cambridge-i herceg. Tényleg ennyire bonyolultan tudod ezt a kérdést megírni? Ezt így kell megfogalmazni. Vilmos és Katalin kislányának. És ott is lehet, hogy van Vilmos meg Katalin. Hát így hívják ez a titulusuk. Vilmos és Katalin kislányának mi az első keresztneve? Jézus Mária. Tudod, annak a Vilmosnak is, annak a Katalinnak. Két keresztneve van? Jézus, ez milyen gyilkos kérdés ez? Ez ki tudja? Hát tele volt vele a bulvár sajtó. Charlotte. Na, ezt most mondd meg, hogy honnan, de tényleg nem ér minket átvágni. Elfogadjuk, megadjuk az erdélycsomagot, de legyél velünk őszinte. Dübörög a wifi. Barátnőm írt. És így hívják? Ő segített. Üzletes Charlotte. Azt akarom kérdezni. Jó, elfogadjuk, de ezt tudom, hogy ez valamilyen külső segítség volt. Igen. Tehát, hogy hallgat bennünket, és gyorsan megnézte interneten, és elküldte SMS-ben? Hát, igen. Jó. Hallgat neten. Na, látod. Oké, okay. Elfogadjuk, jó, ügyesek vagytok, hát így kell csinálni. Küldjük az ajándékcsomagot. Nincs mit. Jó, köszönjük. Jó, ennyire ne örülj, aztán tényleg, mert fölben áll, de komolyan mondom, hát azért nehogy aztán itt még a végén egy kicsit mosolyogjál. Dávid, köszi, küldjük tényleg. Ciao. Köszönöm, sziasztok. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hogy elküldte neki, mi? A barátnőjén. Én szeretem az okos nőke. Na, mutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait. Egy pici reklám után. 3:40. Múlt pontosan 3 perccel. Na most mi van? Mi van? Mivel most van? Most mi lenne? Hol? Mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Fölhívtuk Deák Zsigmondot, a Magyar Birkozó Szövetség sajtófőnökét, hogy mondja meg nekünk, hogy tudjuk visszaszerezni az elcsalt bronzérmet. Uh-huh. Ugye? Mert hogy Lőrinc Viktor erősen vitatható körülmények között veszített el a bronzmeccsét a Riói olimpián, és hát több független pontozó szerint is 4-5-0-ra kellett volna nyernie, viszont a szlovén megnyerte. És hát igen. Most kérdezik, nem, a szlovén bíró a németet hozta ki győztesnek pontosabban. Mindegy, és a végére ugyanaz. Nincs érmük is kész. És ez a Mámias William benne a Ludas, hogy megkeressük. Ne piszkáld, megtaláljuk, mert utána pedig majd csizélyt. Gondoljuk, hogy egy picit apró darabokat tép majd minket, és bele fog keverni a reggeli műzliébe mind a hármukat. De legalább tettünk egy kísérletet, hogy mi Viktorra vagyunk, és beszéltünk a Birkozó Szövetség sajtófőnökével, hogy segítsen nekünk eloszlatni
bizonyos kételyeket, mert hogy a bíró állítólag egy magánbeszélgetésen elismerte, hogy nyomást gyakoroltak rá, és el kellett veszítetnie Lőrinccel a meccset, amit mi nagyon szomorúan hallottunk. Erről volt szó ma reggel, valamint döntött a bizottság az Európai Filmdíja esélyesek listáni szereplő Tiszta szívvel című film mehet a 2016-os Oscarért. Ugye Tilla filmjéről van szó, ott voltunk a bemutatón, láttuk, szerettük a filmet. A legjobb idegen nyelvű filmek kategóriájában nevezték, meglátjuk majd, hogy hogy dönt a Filmakadémia, bele rakják ezt a filmet a legjobb ötbe. Tehát ez még nem azt jelenti, hogy ott van az Oscaron, csak a bizottság ugye őt indítja. És mi nagyon szurkolunk neki. Persze. Nagyon szurkolunk neki, felhívtuk Tillát, hogy fogalmazza el már a köszönő beszédét Jack Nicholson és Leonardo DiCaprio előtt a színpadon. Kis túlzással, valamint üzentünk neki Demcsák Zsuzsával, mert hogy utánunk közvetlenül mentő a Mokkába, úgyhogy megragadtuk az alkalmat, és átadtunk Zsuzsinak egy üzenet. Mert Zsuzsának új haja van. Hát vagy elfeküdte, nem tudjuk. Isten, de ezeket te mondod, olyan jó lesz hétvégén nem szerepelni sehol, hogy Balázs beszél. Nekem bejönnek a kis bodrik. De tehát, tudod, hogy mindig összekevernek. Nem, tehát, tudod, mi van? Én rájöttem, basszus, hogy téged sose írnak meg, és ez ad neked egyfajta szabadságot, amit nekem már semmi, olyan puhán rádiózom már, hogy már komolyan mondom, rosszul vagyok magamtól, mert már annyira unom. Mit eladatni, érte egy kuponfüzetet veled, meg mindent. Nyilván arra kíváncsiak az emberek, hogy te kinek szóltál. De ezt irigyellek, most ezt dicséret volt, hogy irigyellek, mert bárkinek, bármikor, bármit mondhatsz, mert nem írják meg. Én meg azt mondom, hogy és megírják. Na, akkor is irigyelj, amikor a gyerek holmi között turkálsz a CBA-ba. És nem találsz magadon egy normális boxert, ami ne Csillag Patrik lenne. Na, akkor nem irigyel. Na, mutatjuk már is a nap legjobb pillanatot. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Erneláék Farkaséknál. Erneláék. Jó film, azt is, ha már szeretitek a magyar filmeket, nézzétek meg. Hajdú Szabolcs díjnyertes filmje, nagyon jó. Ő írt a forgatókönyvet, ő rendezte, minimál pénzből készült, hallgatói operatőrködtek neki, és szóval, hogy így, egy ilyen családi vállalkozásban készítette el ezt a mozit, filmalapos támogatáson kívül, és egy nagyon keserédes, nagyon érdekes, nagyon szép film arról, hogy amikor egy családhoz beköltözik egy másik család, akik hozzátartozók testvérek, egy év után azonjönnek a szemtelen Skóciából, akkor az milyen családi viszálykodást és nézeteltérést és a kényszeri együttlét mivel szembesíti a családtagokat. Baromi jó film, mély, nehéz, de nagyon szeretni való. Két család lakik egy fedél alatt, és közben a család rájön, hogy az ő kapcsolatuk se úgy működik, mert a másik oldalon minden jobb, hirtelen kapnak egy tükröt. Jó, jó film, tényleg, érdemes megnézni. Na, hát ilyen üres tekintetek. Ez könnyed hétvégén. Nem mondok rá semmit. Direkt mondok Jézus Isten, gyerekek, ha láttatok már 8 szempárt ilyen üresen. Na, a kis izé, kis köcsög megint befosztolni. Valamit nem akarja tönkretenni a filmajánlódat. Köszönöm. Na most megint leszek sznobozva le. Direkt csöndbe maradok. Jó, ilyen üres tekintet. Jó, néha elfelejtem, hogy az esetetekben a csöndnek is örülni kell, mert ez a dicséret, hogy csöndben vagytok, érted? Hát jó, nincs benne Adam Sandler, meg nincs benne nagy csöcsvár. Te szereted az gyűlölöm az asztalnál, egy tükör, meg egy nyurgaponty, érted, azt néznek rám üveges tekintek. Na ez. Drága hallgatók, köszönjük. Ti, akik még maradt valamiféle minimális kulturális érdeklődés. Erneláék Farkaséknál, már jó, szígyatok engem. Te, mert hogy nehéz film, de szeretni való. Három embernek biztos tetszem. Kakilnom kell. Mondja Jánoska. Még tarpajok vagy. Csabi, jó reggelt. Láttad véletlenül ezt a filmet, nem? Te semmi. Te is már kép lakul a nektek Hajdú Szabolcs filmje, basszus, Jézus már. Elnézést, sajnos még nem láttam. Sajnos még nem. De tök jó, hogy ajánlod, mert így most meg fogok. Ha olyan hangulat vagy, azt mondta, hogy Bali, ne haragudj, ez szörnyű. Ha jó hangulatba kapod el, akkor rá tudsz hangolódni. Nem könnyű film, meg nagyon-nagyon mély a jelentése. Tehát, ha úgy nézed meg, akkor azt mondod, de fura, de utálok. De lehet szeretni. Csabi meg a mozit, Csabi utoljára egy amatőr felnőtt filmet nézett, a Terike csúnyáját. Igen. Tedd oda, ahova nem való. Szolid motorosok. Mondani akartam, lesz egy olyan nagyon kis pöpeszkis rendezvény a hétvégén az Ülői Városi Sportcsarnokban szeptember 4-én, ugye? Tehát most vasárnap Sarkadi Anna egy leukémiás kislánynak a megsegítésére rendezik. Ezt a kis összejövetelt ott lesz egyébként többek közt az FTC futszál válogatottja is, és lehet különböző ferencvárosi sportolók által felajánlott sportszerekre licitálni, és Hajnal Tamás dedikált mezére, Kótai Misi dedikált kesztyűjére, a férfi vízilabda válogatott aláért vízilabdájára, stb. Hogyha szeretnétek támogatni az Annának a gyógyulását, még egyszer mondom, egy leukémiás kislány, akkor menjetek el, és vegyetek részt ezen a rendezvényen szeptember 4-én, tehát az Ülői Városi Sportcsarnokban. Hívjuk a nap hallgatóját. Köszönöm. Szívesen.
ha mondja egy morning show, akkor ajándékcsomagot kap, ha nem, akkor gyorsan elköszönünk tőle, aztán Csabinak átadjuk. Jó. Morning show. Aj, de jó vagy, hello! Meggálljuk, szia! Hello, hol hallgatsz minket, merre vagy? 16. kerület, Budapest. 16. kerület. Ugye szóba jött, hogy kitettem az Instára egy fotót, mert egy hallgatón küldte, hogy tegnap már az egyik bútor áruházban megjelentek a karácsonyfá díszek, egy műfenyő áll már kint, és dobozban a többi. Elképesztő, kitört a karácsony szeptember elején is. Arról beszélgettünk, hogy arra kértük hallgatóinkat, hogy őszintén vallják meg nekünk, nem ért csalni, hogy ki az, nem fogjuk őket bántani. Akik már megvették a karácsony ajándékot, csak mondom, gyerekek, szomorú felismerés volt, hogy a feleségem is írt. És azt írta, én is megvettem már kettőt. Tehát otthon is van baj, higgyétek el. De te nagyon jót írtál nekünk, azt írtad, én már nyár elején megvettem a karácsonyi ajándékomat. 103.3 Vajna FM. Szerettük. Te vagy a naphallgatója ezzel. Köszönöm szépen. Egy szép ajándékcsomaghoz mit szólnál? Annak nagyon örülnék. Nagyon örülnék. Minek legjobban, sapkának, bögrének? A bögrére lennék kíváncsi leginkább. Bögre, nagyon lesz jó. Benne. És mi jó. Van, hogyha nem viccel egyébként, hanem tényleg? Aha, igen, jó lenne. Te vagy az Andy. Mondja, ne felejtsd el egyébként, hogy a bögréd az limited edition. Mert hogy már többet nem fogunk belőle gyártani. Igen, tényleg, utolsó szériás. Hát főleg nem novembertől. Erre gondolta Jani is, csak egy kicsit máshogy fogalmat. Megever, küldjük neked, köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm. Ciao. Hello, hello. Csabikám, milyen zenéd lesz nekem? Másodika van, duplán jó nap a Klassz FM-en. Mindenkitől két dalt fogunk játszani. Ne kérdezzétek, mi lesz 28-án. Ez áldás vagy átok? Ez áldás. Ott van például a Basti, csak hogy egyet kiemeljek, akit egyetlen egy dalt ismerünk, ez az Of The Night, amivel összegyűrtek ugye a Koronának, meg a Snapnek az egykori klasszikusát, és most tőlük meghallgattuk egy vadúj dalt is, amit eddig még soha. Annak az a címe, hogy Good Grief. Tök jó lesz. Mi? És hát dupláljon Sting, Shakira, Leona Lewis. A halott pénz, a Well Hello, a Hooligans, a magyarok is persze. Jézus Isten. De a hallgatóink azt szeretik egyébként. De hát tudjuk. Duplád és stúdió. Hát ha nagyon szeretsz valakit, akkor nyilván de ha nem. Duplád és stúdió. De mit? Hát tőlük egy van. Na ez az. Mi volt a legkíresebb? Melyik volt? Páratlan páros. De ez a második. De tudjál, az Álmaimban Amerikát is mellé. Például. Gyerekek, ezek nagy slágerek voltak. De nem szóval. Nagyon nagy slágerek voltak. Álmaimban Amerika visszainteget. Nagyon nagy slágerek. Nem, csak beszorult az adás kazi a Z pluszban is, ezért nektek. Csabikám, jó munkát neked, szép hétvégét. Mindenkinek vigyázzatok magatokra, hétfőn jövünk. Szevasztok, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.